Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 16 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Hello, drága hallgatók. Jó, de jól szól ez a mikrofon most valamiért. Így alakult. Biztos félre nyomtak valamit. Na, az a tegyében, ami újra teszi, hadd csorangjon. Cicesző! És az megvan, hogy egy centire nem fordítja el a fejét bele a mikrofon szivacsba. Bele a mikrofonba. Jó, ez nem igazi tüsszentés. Mi van itt, gyerekek? Mindig ide bejövök, és itt leszek. Egérszőr. Lehet, hogy egérszőr van a levegőben. Ugyanis, hát úgy néz ki, hogy jönnek föl valamiért, de megint. Tényleg? De már visszajött az, aki volt, vagy ez egy új? Én mondta, hogy itt nagyon barátságosok, nagyon helyesek voltak, az emberek vele megetették, megitatták, becézték, egy rádióműsorba is, ami jelenleg a leghallgatottabb az országban bekerült. Ezt gondolom elhíresztelt, aztán csőstül jöttek vissza. Van egy több egerünk? Tényleg? Igen. Nem tartok itt cuccokat, mert meg fogják rágni. Hát ez most nagyon jó. Nem tudom kifelé úgy szól, de most ezt jegyezzük már meg, hogy most mi van. Halljátok ti is? Na, bocsánat, csak egy kis technika. Örülj ki magad, aztán beszélgess. Gyerekek, ez nagyon jó. Hát ez most jó. Egyébként tényleg jó szól. Ugye, hogy ez most más? De mi a fene van most? Én itt nem tudok neked hangszínet állítani, tehát, hogy nem én voltam. Na mindegy. Jó, mindegy, tök jó. Szóval, meg a felelőst és alkalmazzuk. Igen. Bármit tekert el rajta, jöjjön, de mutassa meg, fényképezzük le. Menjük el. És hol van az egér? Itt van, vagy benn nálunk hátul? Bent, az irodáknál. Ja, ez nem nálunk, az irodáknál. Az irodáknál, aha, igen, aha. De látták áthaladni már többször is. Itt már elfutott ilyen az ajtónál. Bizony. Szerintem itt is van éjszaka. Lehet, hogy itt éjszaka, amikor vége a műszaknak, leoltják a villany. Ide bejön, itt alszik, viszont napközben meg megy a tutiba. Így van. Megy oda enni, meg inni. Így van. Először jött, körülnézett, akkor még nem volt nála semmi, aztán látták, hogy hoz maga után egy kis, hogy hívják, a kis kordét, azon cuccok voltak, utána pereputyot, tudod. Hát igen, beköltöztek, ez van. Lehet, hogy egyébként az eső miatt, tehát valószínűleg az van, hogy egy picit nyilkosabb lett a pince, mint amennyire az kellene, vagy amennyire ez komfortos egy rágcsalónak, és akkor gondolták, hogy akkor felköltöznek. Okos döntés volt szerintem. Viszont. Jó. Az ő döntés. Gyerekek, képzeljétek el, annyira gyorsan öltözködtem ma reggel, hogy vizes fölsőt vettem fel, lerántottam egy fölsőt a Fregoliról. Fregoli, de szeretem ezt a szót. Nagyon jó szó. És a kocsiba jöttem rá, hogy csupa víz a hátam. Beázik már, be is ázik a vérben. Ázom, majd bekapcsoltam az ülésfűt, és semmit nem segített, csak megsültem. Úgyhogy félmeztelenül járkáltam a szerkesztőségi szobába. Itt kora reggel Jalinak, illetve először a Julinak egy pulóverét akartam magamra ölteni, úgy megörültem neki, hogy itt van, és mondta Jani, hogy hát mégse a Juli. Miért az nekünk föl se tűnt volna? Hát egyébként is jobb, Jan, ez igaz. Úgyis elég feminin cuccokba járok, és ezért Jani kihúzta a fiókját, gyerekek. Ott egy ruha költemény van, ilyen póló, olyan méret, olyan bizony. Póló. Figyelj, válogathattam méretben. Le foglak fotózni, és elküldöm a képet Koltai Arnoldnak, az első számú katonai jellegű civil kiválasztó programnak az Elite Challenge-nek. Én már akartam gratulálni, hogy tegnap délután megcsináltad az egyhetes programot egyben. Az 5 naposat letoltad egy délután. Igen, egy délután átadtak az Elite Challenge-nek. Arnold örülni fog neki. Úgyhogy ebben a pólóban nyomom most. Ráadásul a sajtótájékoztató van, de abban reménykedtem, hogy a fűtőtestek már mennek. De még nem fűtenek. Nem fűtenek, úgyhogy rátettem a hosszújú kis szvetterkémet a székemre, és most ott szárad. Mi hogy tudok vizesen felvenni valamit? Nem értem. És akkor nem vetted észre? Nem, annyira gyorsan öltöztem, meg szaladtam, jött a menetszél, hogy az még ott szállított. Ja, és maga már jegesedett a felső napon, hogy gyanús. És kiértem a kocsihoz, mert nem álltam be a garázsot, megcsapott ez a 12 fokos passzátszél, ott éreztem, hogy valami nem stimmel, és aztán a kocsiba jöttem rá, hogy ez a felső vizes. Indítsd be az autó, kiülősütést bekapcsolod és ráteríted. Ilyen ötleteim voltak, hogy leveszem, és kitartom. Az. És úgy jövök, hogy tartom ki, és megszárad. De nem, a hülyének néznek, ez a hülye itt integet egy zászlóval, tudod, ez nem normális. Mi ellen tüntethet, vagy mi mellett? Akkor bekapcsolom az ülésfűtést. Mondom, az nem jó, mert az én ülésem, mert már az anyós ülésem, hoztam nektek tortát. Hú, hoztam én is nektek tortát. Jöjjön. Igen, te is hoztál reggelit, láttam. Miért hoztál? Mert a Vikinek tegnap volt a szülinapja, Isten éltesse. Nem nekem mondjátok neki. Add már találkoztok, tudom, hogy nagy a kettő, ha de esetleg összefuttok. Tegnap este nem láttam, csak hangját hallottam. És maradt egy csomó csoki torta, és mi nem tudtuk megenni, így, de nem ilyen gyerek által megrágott még semmit, 6-8 szelet, édesítős, cukormentes, a kedvenc cukrászdádból, marcipános, sűrű, főzött csoki krémes. A közeletekben lévő kedvenc? Az. Tényleg? Igen. Igen? Igen. De kár.
Nem, nagyon. Az nem. Az jó, egyébként jó cukrászda. Főzött csoki torta, 6 vagy 8 szeletet szeltem fel én a kis puha kezemmel, és hoztam el nektek egyébként. Csomagoltam be, én tettem be a hűtőbe, ma reggel írtam ki magamnak cetlira, hogy nem elfelejteni. Mi van torta hűtő, te el ne hidd egy szavamat, hogy semmi. Viki, becsomagolt. Végem, bemaradt a kocsiba. Tegnap keresték is a tortát, szülinap torta nélkül, de hol lehet? Viki becsomagolta, és kitette nekem ma reggel, hogy ne felejts torta a hűtőbe. Jó, kis cetli a kredence. Köszönjük. Jó, de hát nekünk az önmagában örömhír, hogy ezt elhoztad. És én elhoztam. Hát érted, az, hogy végre legálisan is felvállalhatjátok egymást, hiszen 18 hetig. Reggel odasuttok te nekem, hogy ne felejtsd a tortát. Kicsi, aludj tovább. Tudod, ha adásról van szó, én vagyok az első, aki meglepi a srácokat. Viki! Mit mondtál, mit te felejtsek? Nem, Viki, melyik hűtő? Hányadik emeletem, melyik hűtő? Na mindegy, úgyhogy itt van a kocsiba, ha megregeliztünk, mert Feri hozott reggelit, akkor mindenki vendégem egy szelet tortára, becsüljétek, meg ritkáhozok valamit. Egyébként abszolút teljesen szépen lefedve fóliával, rá csak a sajtos tájékoztató cipőmet tettem rá, úgyhogy ha egy-két száz megvan tolva, akkor azért ne haragudjatok. De főzött csoki krémes, igazi marcipános csoki tortát hoztam nektek. De sajtótájékoztatóra mindig új cipőt veszel, tehát tiszta a cipőt. Abszolút tiszta, igen, a kutya aludt rajta éjszaka, nagyon, de semmi más baj nincsen. Nagyon fontos, hogy ő nagyon csinos legyen a sajtótájékoztatókon, mert én nagy ívben kapok ezekre, és kell, hogy valamilyen szinten kompenzál nekem ez a sajtótájékoztatós cuccom. Igen, nagyon szeretem. Tiszta rajta minden. Fehér póló van, és hát egy zöld színű polár. Hát bocsáss meg, kb. Ugyanaz, amiben egyébként is szoktam lenni. És de minek hazudtól lenni? Hát figyelj, értem, én megtisztelem őket azzal, hogy reggel lezuhanyoztam, tiszta ruhát húztam magamra. Nagyon jó. Utoljára rajtam akkor volt ilyen polár pulcs, amikor a szüleim elvittek Isztambulba busszal, és nagyon fáztam, és menni kellett valamit a bazárba. És találtatok hátul a valaki ott hagyta. Megtaláltak a buszvezetőnek a hátsó ilyen kis termoszvetterét. És mondta, hogy anya, nagyon fázom. Figyelj, ez jó, de hát ez kettő között a kontraszt. Ja. Én viszem kicsit az elegánsabb vonalat, tehát most nem ebben a pólóban, te megviszed a lazább. Én nem vonzom a tekintetet ilyenkor soha, tehát hogy azért ezt jelezném, de nincs ezzel semmi gond, amúgy is egy ilyen játszóházban lesz, és hiszem, vagy valami hasonlóban. Igen. Sajtótájékoztató, ha valaki rákérdez, ez a játszós ruhám. Állatkertek a játszóházában. Végre, hogy a Szerengeti Nemzeti Park mit tartogat számotokra. Gyerekek, ma mindenki derül, holnap már nyíltan készülhetünk, beszélhetünk róla, edzhetjük magunkat, hívhatunk bárkit, aki tud nekünk Afrikában segíteni, a hallgatóinknak is végre el tudunk mondani mindent, hogy mi lesz, műsor nélkül hagyjuk őket, ha igen, mennyi időre, ha nem, hogyan. Ma mindenki derül, októbertől pedig mindenki derül. Na, csak azért, hogy otthonosan mozogja felé, mert tévéketőn pont ilyenek szoktak. Világos, értettem, csak jelezni még egyszer, hogy 5 éve nem készítettem ott műsort, hát, de majd igyekszem. Ha véletlenül kerülnék, én nagyon minden napot pedálozom, János, ha véletlenül visszakerülök, akkor ez lesz az a szlogen, amivel elindítom az új műsoromat. Ma mindenki derül, és ma mindenki derül. És októbertől mindenki derül. Októbertől mindenki kiderül, igen. Ördög Nora Bulvár heti lap címlapján gyereket és gyermeke. Milyen szép ez a gyerek. Jaj, de cipi, helyeskem, úristen. Úristen. És gondolom nem csak azért szép, mert hogy jó fotós az apja. Nem, cuki a gyerek. Nagyon cuki. Cuki a gyerek. Igen, Nori mindkét gyermeke az egyik bulvár újságíró lapnak a címlapja. Helyes, tök jó. Ha milyen jó, hogy bejött nekik a második, nem? Hogy nem is készültek rá. De ekkora ajándék, hogy az első nagyon nehezen, lombik, nem tudom, szenvedés, ugye, mert azért ott voltak történetek. A második meg azt mondta, hogy hoho. Jönnék én is, és megjött. Hát ez mennyire jó. Na mindegy, gyerekek, ellopták az első bubit. Az iskoláját olyan mérges voltam, akartam rá fogadni, hogy fogadjunk már a tesztüzem végén, hogy egy héten belül, egy hét és két héten belül, két héten kívül, vagy soha. Ezek lettek volna az opciók, amikre megtehettétek volna a tétjeiket. Egy hét után megtörtént. Megtört a varázs. A bubisták hibáztak, mert nem jó dokkolta be a bérlő. Tényleg. Viszont igen. Nem jó dokkolta be a bérlő, ugye valaki kibérelte, visszavitte a Corvin negyedhez, és hogy az első villa bal oldalán van egy ilyen pöcök, az be kell tolni a dokkolóba. Na de a csóka, aki elvitte, az valószínűleg végignézte az összes kerékpárt, hogy azok rögzítve vannak el, mert hát biztos nem egy ilyen séróból jött ötlet volt, tehát hogy valaki már rárepült egy bevallottan, nyíltan ezerszer elmondták egy olyan kerékpára, amin nincsenek olyan alkatrészek, amiket más kerékpárokon fel tudsz használni, ugyanis mindenfajta rögzítés, mindenféle kialakítás
unkompatibilis. Jó, hát azért feltételezzük azt, hogy a tolvaj hallgatja a híreket vagy olvas újságot, mert hogy ez általában ott hangzik el. Igen. Na most egy bicikli tolvaj általában nem tudja, hogy miből készül a bubi, mert nem olvas MTI híreket, nem néz sajtót, nem néz híradót, ahol ezeket elmondják. Tehát engem figyelem nem volt, hogy ezt nem lehet ezzel semmit csinálni, szóval gyerek. Nem tudsz vele mit kezdeni, de a jelszó mi, ami ellopható, azt az el is lopja. Igen, igen. Úgyhogy ellopták. Tegnap olvastam, és azt mondtam, hogy na jól van. Ne legyenek illúzióim, ne legyenek illúzióim, azonnal rá. Nyilván várható volt, hogy azért ezzel egyenketten megpróbálkoznak, de tegnap ez a dolog megtörtént. Jó, volt egyszer egy ilyen kerékpáros sztori, ami ehhez kapcsolódik. Gyakorlatilag át, hogy rossz körökben mozogtam már, ma már elhatárolom tőlük természetesen. És néha találkozunk, az osztály találkozók. Azoktól a barátaimtól, akik annak idején hát eljárogattak ide-oda, hát ha találnak valamilyen alkatrészt, kerékpárhoz jobb minőségűt, de elmondom, mert közöm nincsen hozzájuk, ezek borzalmas emberek voltak, nagyon majd megszakítottam velük a kapcsolatot, és ők egyszer hazahoztak egy olyan váltót, egy kerékpárról, ami ott hevert valahol, nem tudom miért, amin egy olyan drótos, egy ilyen tolós, húzós rendszer volt, amit Magyarországon semmilyen kerékpárhoz nem lehetett alkalmazni. Ők mit csináltak? Drótvágó elő, hátul, leszerelték, hazahozták. Oda mérték aztán a kerékpárjukhoz, mert hogy nem, az arra kellett. És aztán rájöttek, hogy sajnos ez egyáltalán nem jó semmire. Na most polcra föl, azóta is ott áll. Ott most, a tulaj megvárja. Tehát, hogy ténylegesen arról van szó, hogy gyakorlatilag tök mindegy. Tök mindegy, hogy miből van, hogy tudod-e használni, tovább tudod-e adni, jó-e, nem. Viszik. El lehet vinni, elviszik. Abszolút, igen. Hát ez volt a bubinál is. De meg lehet aztán a GPS segített, ugye, és megtalálták. Működött a GPS. Működött a GPS teszt. Igen. Jó, most, hogy ez a hír kiment, most az innentől kezdve bubit lopók fölkészülnek, hogy lehet hatástalanítani. Így van, vagy oda mennek és levágják GPS. A GPS-es részt egy flexel. Egy flexel. Hát ő nem gondolkozott valószínűleg túl sokat. Nem, sokat. Elvitte, de minden. De igen, de megtörtént a dolog, és ebből az ember mindig tudja, hogy jól van. Jó, nincs nagy baj ezzel az országgal. Rácsaptak a bubira. Ír egy hallgató, Peti, hogy most menjetek le a tortáért, mert a kocsit viszik a szervizbe. Ja, igen. Gyerekek, nem viszik, nem ez a csereautó. Figyelj, azt ez fogják. Konkrétan a csereautó, ebben van a torta, ma hozzák vissza az enyémet, általában megcsinálták, úgyhogy nagyon várom a kis autómat, ma visszakapom. Pedig ha benne van. Hagyod a tortát, akkor viszont örülnek ők neki a szervizbe. Küldök neki, ők is megérdemelik. Igen. Nem, mindjárt a hírek alatt behozom nektek, de eztek belőle, nem? Mindenféle. Legalább bekóstoljátok. Meg hát. Aki szereti a tortákat. Főzött csoki krémes, hallod? Igazi piskóta. Egyszer azok valamit, nehogy ne csináltok. Főzött csoki krémet, ezt úgy mondod, mintha te kavargattad volna egész délután. Aha, két kezem munkája, ott van, kevertem, felfőztem, bugyborékoltam. Egy infót tudsz a tortáról, de az átjött. Többször is. Igen. Igen. Kettő percembe telt a torta, hogy elhoztam a cukrászdából. Ja. Na, és ha már pataki, most itt eszembe, hogy holnap már ilyenkor tanyán leszünk. Bizonyám, gyerekek, Sárváron vagyunk, ha valakinek van kedve, azért oda jöhet. A pataki jön az Edda, vagy mi? Sárváron vagyunk. Lenne már korán reggel egy jó kis Edda koncert. Az hát, jól lenne, igen. Bizony, ilyenkor már rég, már hajnal hasonló, kakosok kukorékolnak, én már vikszolom a csizmámat. Lovak nyihognak. Így van, Vadkert Majorban vagyunk holnap, ott van minden az interneten, hogy ez hol van pontosan, ez a sárvári Vadkert Majom, oda megyünk, egy kicsit kimozdulunk, kitelepülünk, reggelit csinálunk, lovat patkolunk, lovagolunk, kocsit hajtunk, apával, apa is kocsit hajt. Patkolásról ők már tudnak, hogy ezt szeretnénk. Én nem tudom még, mi tudunk, ők mit tudnak, semmit. Majd ott rögtönzünk, gyerekek. A hely az gyönyörű, azt megnézzük az interneten, pazar, csodaszép, nagyon rendben van. Úgyhogy hát remélem, hogy olyan is lesz. Időnk jó lesz. Így van. Persze. Kis kirándulás péntekre. Kicsit megyünk Sárvár. Úgyhogy holnap Vadkert Major, ha valakinek van kedve, szerintem oda lehet jönni. Nagyon jó. Biztos, hogy nem lesz bezárva. Fél kilencig szerintem akkor, hogy hívják, leszek az új lovagról, de eszembe, és akkor 9-től fekvő gipszben. Jó? Tehát, hogy ezt kb. Ezt tervezem. Csak felülünk valami pónira, nem? Persze. Hát. Ne, a csak ledob minket is megharap mind a hármunkat. Azt mondtad, hogy a póni veszélyes. Póni veszélyes. Azért nem ülünk rendes lóra meg, azért nem magas. Nagyon magas. Nagyon magas, nagyon nagyot lehet róla esni. Igen. Jó van, hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetünk mi. Akkor miénk a hét szinte. Kis túlzással. Hát ma még beütjük az utolsó Szeget, és akkor 3-1-re elhúzunk, vagy 2-2, és akkor a holnap izgalmasabb lesz. Na mindegy, a lényeg, hogy lehet jelentkezni SMS-ben játékra, ha valaki szeretne velünk játszani, mi pedig jövünk a hírek után. 3-4-7 múlt
4 perc. Jaj, de finom ez a csoki torta. Á, én is csak nyomogom. Azt a mindenit. Istenem. Gyerekek. A főzött csoki azt mondta, nem? Ugye, de érződik más, mint ugye? Ugye? Mondtam én. Mennyi pénzem van rá szerinted, hogy úgy fog elmenni 10-kor, hogy ott rohad meg a csoki torta az első? Nekem van esélye menni belőle, mert én vele megyek. Ja, tényleg. De csak ezért. Hozzátok már el este Sárvárra azt az egyszeretet, jó? Nem biztos lesz belőle, hogy lesz még ott hátul belőle. Belekembe a kárpiba egy kicsit. Lesz, mindjárt behozom, csak most a tereggelibe voltam elfoglalva. Nagyon veszélyes pedig. A máj volt, májpástétom, ami maga a halál, tudod. Figyelj, már jön Mr. Puszka, gyerekek. Addig el kell tüntetni az egészet. Hát a francokat, csukja be a szemét. Gyerekek, a pokolban fogunk elégni, azt meglátja, hogy mi van, mit reggeliztünk. Csak te. Egyelőre még csak én kóstoltam, igen. Na megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, hello, sziasztok, szia Balázs, Jani Feri. Hello, Bello. Szia. Balázs vagyok. Hello, Balázs, Debrecenből. Igen. Mi újság? Most végeztem munkában, és gondoltam, még bejövök ide vásárolni az egyik árvára, tehát pár napra valami reggelit, és közben hívott Anna, hogy tudunk játszani. Na, nagyon jó. Látod, jelentkeztél, és sikerült. Balázs, kivel szeretné játszani? Veled szeretnék. Én még nem játszottam a héten talán, ugye? De... Nem. Szűz vagyok. Nem, igen, én 2-t, Jani 1-et, teljes. Több szempontból is, de játékszűznek nagyon, játékszűz. Hát, a két gyerek után, hogy csodálkoznék, ha elkezdenéd mondani, még nem volt gyerek, semmi. Ártatlan, ártatlan vagyok. Oké, Balázs, na, Jani. 3, 2, 1, fire. Mit hallok, Balázs? Mit hallottál? Hogy szombaton lesz az esküvő, tényleg? Úgy, ahogy mondod, szombaton lesz az esküvőm. Azt a mindenit. Fiú, lány? Szerencsére lány. Mióta? Lassan 2 éve vagyunk együtt. 2 éve? Áprilisban volt az eljegyzésünk. Az szép. Nagy lagzi lesz? Kevesen leszünk, 35 fő lesz összesen. Hogy? Miért? Milyenek az oka? Kicsi a család, kevés rá a keret, úgyhogy így gondoltuk, hogy ennyit tudunk megfinanszírozni. Jó, de nyugtass meg, hogy azért lesz vonatozás Demi Rózsira. A vőfétől függ, de remélem, hogy lesz. Lesz vőfé? Persze. Atya Isten, ez az ordibálós, itt az aranysárga húsleves, egyél, aztán csókolj, vagy nem tudom. Ja. Köszi. A vőfélyeket mindig felhúzom magam. De szép volt. Szép volt, Balázs! Így voltál. Hát, elbénáztam. Beleéltem magam a vőfébe. Mit akartál volna kérdésem is hozzád? Mit akartál volna kérdezni? Konkrét irányított kérdésem lett volna, méghozzá azt, hogy amikor a kész átverés út vezetted, akkor te találkoztál Tiestóval, és erre szerettek volna kifaggatni, mert na. Mert úgy kíváncsi lettem volna, hogy a mesterről mit lehet tudni, meg hogy milyen ember, meg... Jó, ő fog zenélni a lakszín, vagy mi? Annyira én csináltam, hogy az István Dani csinálta, de ne engedd el, ne törődj velem minden. Na, akkor is egy. Viszont ismeri az István Dani. Ismeri az István Dani. Tök jó viszonyban van az István Danival. Én ott nem találkoztam a Tiestóval. Én azt hiszem, ott már csak így vagy helyettesítettem, vagy akkor szálltam ki a dologból. Ott az István Dani csinált egy interjút a Tiestóval. A Tiestó elment, az István Dani bement egy másik szobába káromkodni, és akkor az István Dani borult ott ki, és én léptem be, de én azt hiszem, ott az már csak ilyen félprodukció volt, amiben benne voltam. Ja, én azt hittem, hogy valami nagyobb szereped is volt benne. Nem, megmondták, melyik ajtón menjek be, ki lesz benne, mi történt, és én már ott éppen kiszálltam a produkcióval, én utána már ezt nem csináltam. Mindegy, a pénzt megkaptad érte. De jó fej vagy. Hát, te, te vagy a gyártás vezető, vagy? Vagy. Igen. Szóval ti ezt nem találkoztam. Tisztelettél volna, és az ő pénze miatt neked nem fizet, vagy most ezt miért mondtam? Igen. Figyelj, azt hittem egyébként, hogy azt fogod kérni tőle, hogy van, lenne egy kérdésed, hogy legalább a mennyasszony táncra ugorjon be hozzátok. Igen. Vagy legyetek, valamelyik közök nem vállalja a bőfészséget. Az semmiképp, nincs az a pénz, amiért én elmennék így ordibálni, hogy itt az aranysárga húsleves, azt nem. Nem ilyen ordibálosat választottunk, mi sem egy fiatalos jó fejvőfét választott. Majd meglátod, hogy meglátod, nincs olyan vőfé, aki neki a vára. Megjelenik majd ott nagy cserpák orra, a szederjes arccal már félbe nyomva. Igen. Jól van. Remélem, nem. Balázs, köszi a játékot. Én köszönöm. Küldjük az ajándékcsomagot neked, jó? Köszönöm szépen, sziasztok. Köszi, ciao, és sok boldogságot. Köszönjük. És minden jót a házassághoz is.
Igen. Kitartás. Köszönöm, fiatal. Ciao, hello, hello. Így akkor? Nagyon izgat? Szépen 2-2-re idomítottad az állást, a 2-1-ről, tehát nyert szériából visszakoztunk, de holnap akkor a helyszínen majd kivégezzük. Holnap a javítunk a helyszínen. Jól van. Jönnek újra a hírek, 5 perc van pontosan 7 óra, mi pedig itt vagyunk a hírek után. 7 óra, múlt pontosan 9 perccel jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak, itt vagyunk és kezdünk, vagy már elkezdtük egy ideje. Igen, 7 óra, 9 percen mondja. Finom? Nist, ahogy olvad az íz. Én nem értem, nem értem ezt azért. De hogy Feri, hogy maradhat meg belőle ennyi? Egyszerűen nem értem. Főzött csoki. Érzed, hogy a trüffel elolva? Hogy ne érezném, még nem tudom, de nagyon jó. Gyerekek, mindjárt jön az a csokitorta. Ja, jó, persze. Tartsatok ki, tényleg. Gondoltam rátok, hozok egy kis csokitort. Hát Lacit kiküldtem a kocsiba. Ha jól emlékszem, betettem. Aha, tehát, hogy ha jól emlékszem, ott van, jön mindjárt. Figyelj. Celofánba, becsomagolva. És nagyon jónak kell lenni, mert ahogy te csokitortát hype-olsz, úgy csak a Csabi szokott Amáncsikat diszkozni. Ez maga kell, hogy legyen a csoda. Csoda lesz. Csoda, meglátod. Egy csoda. Egy szülinapi torta nem lehet más, gyerekek. Hát főzött csoki krémot. Főztem, kevertem. Marcipán dagasztott a mandulából. Na? Azt a neki. A mindenségét. Szülinapi torta. Ennyi ott még nem láttam. Gyerekek, ritkán hozok nektek valamit. Ez is között? Ritkán hozok nektek valamit. Úgyhogy ezt most de akkor biztos romlott. Nagyon-nagyon-nagyon becsüljétek. Figyelj! Nem néz ki rosszul. Nem ám. Nem, jó kis piskót. Nem néz ki rosszul. Jól áll magának ez a póló, Balázs. Főzött csoki krém. Házi mandulával, gyerekek. Megmarad. Házi mandula is van. Hát ezt én csináltam a saját kertemben. Egy házból hozták ki a mandulát. Ahol vannak mandulát, igen. 2, 4, 6, 7 darab szelet van, úgyhogy aki itt van ma reggel, annak jut egy kevéske szülinapi torta. De jó. Ha megmarad, gyerekek, nem tudok mit csinálni. De biztos tegnap ünnepeltetek, nem egy hete van a kocsiban? Figyeljetek, lehet, hogy a hűtőből átvett némi kis ízt, vagy szagot, tudod, hát mert azért a hűtőben elég sok minden előfordul, bár be letakarva tettem, aha, be, elcsomagoltam, letakartam, felső azt polcra tettem. Köszönjük, Viki! Köszönjük szépen! Igen, jól látod? Visszacsuktad annak az üvegnek a tetejét, amiben a Feri hoztam múltkor a medvehagymás pesztót, egy ugye? Éve. Az még megvan, de már az nem tud párologni, mert az belepte a penészt. Tehát, hogy... az jó. Azt tudod, hogy átmászik egyik helyről a másikra. Úgyhogy gyerekek, szívem minden szeretetével és melegségével adom meg nektek ezt a csokitortát, fogyasszátok jó egészséggel, és gondoljatok arra, hogy Bali, köszönjük. Jó, mit akarsz kérni? Ez már gyanús, miről nem? Miről szól ez a történet valójában? Hány nap Szabira akarsz menni? Hova, mit, miért nem akarsz bejönni hétfőn? Mit akarsz csinálni? Mikor jönnél? Szerdán? Nem akarsz levinni Sárvára? Menjek vonattal, vagy... Együtt utaztok? Jaj, hát fél, most azért vetettem fel adásba, hogy ne tudja belőle kihátrálni, tudom, hogy után levinni. De kénytelen lesz. Kénytelen lesz. Basszus, megnéztem vele 3 óra a vonatút. Irgalmatlanul durva. És akkor, de, hogy hívják, csak sötétben látom a tanyát. Hát de gyere velem. Táncolj velem. Most próbálja bedumálni magát a kocsiba, csak volt erre irányuló próbálkozása már az elmúlt években, amikor megígérted, majd itthon hagytad. Na, ilyen nem volt. Na, ilyen nem volt. Igen. Volt ilyen, hogy álltál a benzinkúton, és ott áldogáltunk, és... Figyelj! Az jó, az nagy könnyebbség lenne. Csak kaptam SMS-t is. Az nagy könnyebbség lenne. Hogy... Jó, hogy mit tudom, hogy legalább Veszprémig vigyél már. El a kezekkel, jó? A vezérigazgatónk bejelentkezett egy szeletre. Igen? Kettőt teszek neki, félre. Kettőt teszek neki, félre. Én az enyémet is odaadom, Árpi. Hármat kap. Gyerekek. Szóval, hogy én soha a büdös életben nem hagytalak nem még ott. Még. De miért nem vittelek el? Mert hogy te egy különcködsz, te egy kimész ilyen pályaudvar, lekésed a vonatot, különböz. Valójában én utálok vele menni. Egyébként igen, te vagy a mizantróp embergyűlölő baseball sapkával a vonat ide egyik, nem tudom, kocsiában üldögélő. Én elmegyek majd sajtótájékoztatóra, hogy jössz velem, utána elmegyek a 16. kerületbe hanggal mondani, ahova jössz velem, utána felveszem a feleségemet. Ahova jössz velem. Jössz velem, előtte szeretkezünk egyet, azt egy 20-asért végignézheted. Húzért csak. És utána
már irány Sárvár. Egy bolondos selfit azért csináltok így a közös akcióról. Irány Sárvár testvérem, utána meg se állok Sárvárig, és ahogy azt én megyek, kirány. Tudod, az egy óra, 1 óra 20 perc, és ott vagyunk. Tehát amíg te a mávval egy 3-3,5 alatt megérkezel Győrbe, az alatt én már ott megfejtem a teheneket, lovagoltam kettőt, és lőttem 3 fácánt vacsorára. Nálad komolyabb helyismerete nincsen senkinek Sárvárral kapcsolatban. Az meg a másik, hogy beülök csukott szemmel, és Sárváron leveszem a vizet a csukját a fejemről, mert letalálok. A Majorban még nem voltam. De gondolom megtaláljuk. Hát azért nem vagyunk teljesen idióták. Úgyhogy hely van. A csomagtartóban. Hogy leérünk-e, nem tudom. Angol autó, de... Sose lehet tudni. Sose lehet tudni, mi történik. Ez nem garancia. De hogy... Te vagy az, aki mindig külön utakon jársz. Jó, most azt gondolom, hogy inkább érzem, hogy továbbra is hívva a vasút várom át, de ma nem. Jó, hát gondolj meg. Ma megcsalom őket akkor. Jó. Ezzel a brit járgánnyal. Jó, lesz ez kényelmes a hátsó ülés. Akkor vissza is mi hozunk holnap? Hát úgy tűnik. Na, de legalább a Soma is őszinte volt. Értem, én a lefele utat, de akkor holnap visszafele. Én hoznám, de ugye nekem dolgom van, én csak este érek haza. Este mit csinálsz a Sárváron, még a Majorban? Sárváron semmit, azt nem. Az angol autón, aminek kitölt ja, a hát felfüggesztését. Mi le se érünk, úgyhogy. Figyelj, ne, ha nekem jön a tréler, oda felférsz te is. De tehát, az enyémnek nem kell. Tehát ja. Nagyon aranyos vagy, csak az megy. Azért mindig van egy hely a tréleren. Tehát hogy erre gondoljál, hogy olasz autó, angol autó, mi tartsunk össze. De reméljük, hogy a tréler legalább Iveco, vagy valami. Figyelj, jó tréler az német, úgyhogy azzal nincsen baj. Nézzünk gyorsan egy-két közlekedés hír. Szendei és Récsák között lerobbant kamiont javítgatnak az egyik szűk kanyarban. Iszonyat veszélyes helyen. Ebből nagy gáz lehet. Májker küldte nekünk. M1-es autópálya 142-es kilométerénél Hegyeshalom felé. A Lébényi lehajtónál ma is mérnek a rendőrök. Ezt Rita küldte. Valamint a Teleki téren épp most mentik a 62-es villamost a BKV-sok. Dugó nincs, valószínű a Blaha felé járó villamosok a keletihez vannak terelve. Új rekord a 10-es út kerülőjén, a Szántóföldön is dugó van. Ezt Fejfer küldte nekünk. Gyerekek, remélem, ha foglalkoztok a 10-es úttal, nehogy elengedjétek, kíváncsi vagyok a folytatásra. Írta nekünk Döme. Hogyne foglalkoznánk vele, megyünk így tovább. Van. Folytatódik abszolút. Az Ürömiek közt. Ürömiek közt második fejezet. Szerintem ma egyébként egy rövid szappanopera végére tesszük majd pontot, mert ma szerintem válaszokat kapunk. Én legalábbis ebben bízom. Igen, előkerítettük a legilletékesebb embert. Hát mentünk tovább az Ürömi alpolgármester nyomvonalán, és egészen jó hírek vannak, de hát mindjárt kapcsoljuk az illetékest. Azt hiszem, hogy van-e még valami? Sikerült-e beszélni a bocsival, kérdezik sokan. Majd mondom, hogy mit beszéltünk, igen. Beszélte, illetve pontosabban SMS-eztünk. Aha, már föl se vesz. Nem, hívott csak. Kinyomtam. nem, ezt értem haza, és akkor már csak SMS-ezni tudtunk, de volt SMS-váltás. Ugye tegnap megpróbáltuk őt elérni. Igen. És picit csalódottak vagyunk, de akkor ezek szerint nem. Nem tudott a rendelkezésünkre állni. Na hát, szerintem nem beszélhetett, igen. Azt mondta, hogy le volt halkítva. Igen. Na, Ürömi üt. Ürömi üt. Tudunk, hogy az ürömi körforgalom nem az ürömieké. Az nem. Ugye? Az még egyelőre senki. Így van. Ugye azért foglalkozunk ennyit a 10-es úttal, ezt nem győzzük hangsúlyozni, talán azért sokan nem biztos, hogy arra járnak, viszont nagyon sokan igen, mert hogy nyilván ez abszolút közügy, és hallgatóink ezrei mennek ott minden reggel munkába, mennek haza délután. Még csak nem is az ürömiekről van szó, mert ők átgurulva hegyen bemennek a Szentendrein, Pilisvörösvár, Piliscsaba, Solymár, hát ott mindenki hihetetlenül szív. Másfél-két és fél óra bejutni kora reggel, ami egész egyszerűen döbbenet, és legalább egy másfél-két óra délután a hazajutás, és évek óta szó van ott egy körforgalomról. Ez már kicsit egy ilyen morning show-s körforgalom szerintem. Tehát amit mi itt kampányoltunk, ezért a körforgalomért, és beszéltünk róla, és foglalkoztunk ezzel a dologgal. Gyerekek, ez bármikor megépül. Ott vagy kicsit, az avatáson, tudjuk. Ott vagyunk az avatáson, és kicsit az a mi körforgalom. Hát persze, hát ott lesz egy alpakka szobrot fogunk felavatni, ott ugye, hogy ne lopják el. Hárman leszünk rajta, a Balázs középen, Feri jobb oldal, én bal oldalt, és ájtatos tekintetet nézünk meg majd fel Balázsra. Igen, mi a térdét átkarolva. Így van, kb. Képzeljétek el ugyanazt a kompozíciót, hogy a Nemzeti Szobor, a Nemzeti Múzeum előtt van, az az aranyszobor. Gyerekek, ez ne szerénykedjetek, nem. Az én kezem is benne van nyilván, jócskám. De hogy azért ebben ti is benne vagytok. Abszolút. Hát ez hármunk ügye. Tegnap ugye beszéltünk az ürömi alpolgármesterrel. Igen.
ő azt mondta, hogy nem mondott semmit. Így van, de nagyon kedves volt. Nagyon hosszan és finoman. Szegényként nem volt könnyű helyzetben, nem tudja. Ugye kiderült, hogy nem tudja, hogy mi a helyzet. Hát így építik, de október, de közben még nem látott semmit, de volt júniusban egy megbeszélés, hever az asztalán valami, aha, talán abból hajtogatott egy papírcsákot, ki tudja, de hogy elvileg október. És kérdeztük, hogy akkor hogy lehet, hogy ő még szeptemberben erről nem tud semmit, azt mondta, hogy ez egy jó kérdés, aha, hát valóban így van. Mert júniusban volt egy értekezleten, ahol igen, ezt az információt kapta. Na, ő tovább küldött minket a közútkezelőhöz, hogy hívjuk föl a magyar közútkezelőt. Azért ők üzemeltetik a körforgalmat. Nem, de az üzemeltetés meg a csinálás az igen, más, nem? Uh-huh. Na most felhívtuk, igen, de azért nem teszik őket adásba, mert a kommunikációs osztályvezető a magyar közútkezelőtől, Pécsi Norbert, aki egy drága figura, elmondta, hogy na hát ő aztán még annyit sem tud mondani, hogy mikmak. Szuper. Illetve most ez kicsúszott. Egy mikmak kicsúszott. De hogy ő ebben abszolút nem illetékes, ne, semmiféleképpen. Aha. Nagyon drága volt, Anna beszélt vele, mondta, hogy mondana bármit, ha tudna, aha, de hogy ő ebben abszolút nem. Az kiderült, hogy ők nem építenek utat? Vagy az se derült ki, hogy ők építenek-e utat, vagy se egyáltalán? Nem. Ja, mert hogy ő miért küldött a közútkezelő össze az építő utat. Erre nem tértünk ki. Anna megkérdezte, mondta, hogy Norvinyó nem. Norbinyó nem az a típus, aki erről nekünk olyan hosszan tud beszélni. Tehát akkor ma nincs rovat az üllői körforgalom. Nem állunk itt meg. Megállíthatatlanok vagyunk. Ugyanis van valaki, méghozzá a NIF-től, gyerekek. Na végre célba értünk. A NIF-től. Mi az? Mióta vártál a NIF-re? Ez a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, gyerekek. És hát, ha a mi hallgatóinknak ők tudnak egy picit segíteni, mert hogy így nyilván most is éppen ott ülnek az autóban, és próbálnak bejutni. A NIF-esek? Nem. A Pilis Csabaiak és a Solymáriak. És hát, ha tud nekünk egy kicsit segíteni. Loper Dániel már itt is van velünk. Hello, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Jó Nemzeti reggelt. Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Jól igen, mondom? Igen, pontosan. NIF, te mint szóvivő, mint sajtóügyeletes... Szóvivő. Mint szóvivő. Igen, Azt lehet mondani. Na, hát ugye tudod, hogy miről van szó, itt mi a tízes útról hosszú-hosszú évek óta beszélgetünk, nyilván minden nap látjuk az SMS-eket, már egyfajta személyes érintettség van a dologban, hiszen sokat megyünk arra mi is, meg hát rengeteg hallgatunk ül ott a dugóban reggel este. Igen. Beszéltünk tegnap az alpolgármesterrel, te azt hallottad azt a beszélgetést? Igen, hallottam. Nem sokat tudott? Hát nézd, több egyeztetésen részt vett Üröm alpolgármestere is a 10-es út ürömi körforgalmának átépítéséről. És egyébként mondta is, hogy ő már a busztáblák, illetve a buszpótlást informáló busztábláknak az áthelyezésével is foglalkozott. Igen, igen, hogy látnál táblákat, feliratokat, így van. Igen, igen. Tehát azért... Valami elindult. Igen, tehát valamilyen sejtése kellett róla, hogy legyen. Én tegnap beszéltem a vállalkozóval, a Strabaggal, aki átépíti egyébként a körforgalmat, itt ugyanis szerződéssel rendelkezünk, a szerződés szerint 2015 nyaráig ezt át kell építeni, és nekem tegnap azt mondták, hogy egyébként ma már a munkaterületet is elfoglalták, gépekkel is fölvonultak, én úgy tudom, hogy ez ma reggel már megtörtént, és a korábbi 20 évvel képest ez hatalmas nagy előrelépés, hiszen most már szerződés van egy közbeszerzést elnyert vállalkozóval, akinek szerződéses határideje van, hogy ezt a körforgalmat ki kell építse. Hoppá! Hát ez jó hát hír. Ez több mint jó hír. Ez 2015 nyara, tehát addigra igen, kell az átadásnak meglennie, addigra kell ezt üzembe helyezni, úgymond? Igen, igen, igen. Ugye most a munkaütemezés alapján márciusig a két sáv az fönn is maradt, tehát nem lesz... forgalomkorlátozás ebben a tekintetben, de sárszűkítés lesz, tehát... Ha nem, mintha sokat rontana a helyzeten egyébként, hát most... Nem. Szóval ehhez a helyzethez képest már egy sárszűkítés, az szerintem semmi. Na és márciusban mi történik? Március után már lehet számolni azzal, hogy ott lesz egyébként az egyik sávot el fogjuk venni, ugye az építkezés miatt lesz. Atyaisten. Jó, gyerekek, a jó oldalát, igen, de jó oldalát nézzük, márciusban elveszik az egy sávot, és augusztusban adnak helyette körforgalmat, ugye? Igen, körülbelül ez a lényege. Tehát a probléma azért megoldódni látszik, sőt, itt ugye az a tervünk, hogy egyébként ott egy hidat is akarunk építeni a mellette lévő vasút és Aranyhegyi patak mellett, mert ha jártok arra, akkor ott a Bécsi úton van egy címbeni kereszteződés. Így van, ahol ott átmegy ez a piros kocsis három szerelvényes kis vasút. És azt akarjuk ott kiváltani azzal, hogy majd a vasúti keresztmetés nem ott kell megejteni, hanem később ott az ürömi csomópontnak
a magasságába, tehát ott a Bécsi út előtt majd el kell, majd ez is 2015-ben induló projekt, tehát a Bécsi útnál majd el kell menni balra, Bécsi út előtt el kell menni balra, és majd Ürömnél fog visszajönni, tehát ezzel egy szintbeli keresztet is ki tudunk váltani. Ugye Pilisvörösvárnál is van egy aluljáróépítés, ott is lehet egy ilyen kiváltást megtenni, illetve Solymárnál is építünk egyet. Ugye most az a cél, hogy egyszerre a 10-es útnak és a vasútnak a fejlesztésével minél több ilyen csatlakozási pontot kivegyünk a rendszerből, és sokkal jobban lehessen haladni a 10-es úton. Egyébként hallottam, hogy tegnap az M0-ásról is szó volt, és mondtátok, hogy 2020-27 között fog odaérni. Ez egy kicsit félreértés, mert 2020 és 27 között prognosztizáljuk, ugye tervezzük a befejezését az M0-ásnak, de az északi szektor, ami a 10-es és a 11-es út között van, és pont ezt az ürömi részt érinti, azt szeretnénk már 2017-ben elindítani, és ehhez a tervek és az építési engedély is rendelkezésre áll, és az uniós forrás is rendelkezésre tud állni a következő EU-s ciklusban, tehát ott azért előrébb tartunk. Hát jön, hát ez jön föl üröm. Gyerekek, igen, és itt írják nekünk ugye, hogy Solymáron kívül Pilis, Jászfalu, Leányvár, Piliscsév, Dorogt, Vörösvár, Solymár, Piliscsaba, tehát itt tényleg komoly régióról van azért szó, tehát ez rengeteg embert érint. Sok-sok tízezer ember ügyéről beszélünk most, igen. Na, ezek jó hírek, mindenféleképpen. Nyilván már semmit nem hisznek el, mert azért is nagyon régóta hullódnak a fejlesztések. Ne. Jól érzed, igen. Tök meggyőző vagy, tök jól tolod. Kicsit csüggettek az ott lakók és az arra közlekedők, de ez most egészen konkrétnak tűnik. Tehát ez a 2015 májusa vagy nyara, az átadás, mint körforgalom, hát a vasút az ugye az még lehet, hogy picit csúszik, de ez az első része, ez nagyon konkrét. Igen, tehát azt gondolom, hogy azért ebben a tekintetben van egy 20 éves lemaradás a térségnek a fejlesztésében, és hát most nyilván azt érzik a helyiek, hogy most egyszerűen több fejlesztés is indult el. Nyilván ebből majd nehézségek is lesznek, mert nyilván a felújítások mindig nehézségekkel járnak, de azért az alapvető problémák, amelyeket hiányolnak, szerintem évek óta meg fognak oldódni. Hát ez a jó, most ha még ott kell állni 3 hónapot a dugóban, de tudják, hogy nyára mondjuk kész van a körforgalom, akkor már állnak. Meg kapnak egy hidat is. Az északi vonala is be lesz fejezve az M0-ásnak. Biztos kapnak majd később egy halastavat, kalandparkot, mélygarázs. Túl gondoltad. Igen. Legyen meg ez, és akkor ez az már jó. Nagyon jó. Amikor ez a felüljáróépítés zajlik, majd akkor az a vonatközlekedést fogja érinteni? Vonatközlekedést nem érinti már. Ott ugye ez egy még nem villamosított vonal, bár ezt a MÁV tervezi villamosítani 2015 évben, de ott ez kevésbé érinti a vonatközlekedést, mint a mostani felújítás, ami ugye teljes színcserétlen. Jó, oké, Dani, hát nagyon szépen köszönjük, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy akkor jövő nyár, mondjuk legyen. Nagyon pesszimisták, hogy jövő augusztusában ott van a körforgalom, ami sok-sok-sok ezer ember életét megoldja. Na, ez jó, de jó. Bocsánat, még egy fél mondatot. Azért, mert most beszéltünk itt a csipcsok ügyekről, de azért itt van egy másik téma is, ugye egy köztéri szobornak a terve, ugye egy hármas alpak alakról van szó, itt minket ábrázolna, hiszen most gyakorlatilag én azt gondolom, hogy hát elég is súlyosan belejátszottunk ebbe a sztoriba. Igen, vagy legalább a virágmintából egy Klassz FM logó, vagy egy Morning Show logó sárgából, igen. Ennek van valamiféle lehetősége, vagy esélye, hogy esetleg hát, összejöjjön? Csak maximum zárt ajtók mögött. Aha. Ez és mi lesz zárva valószínűleg mi járban? De szívesen megtalálunk az irodádban. Nyitottak vagyunk. Jól van, oké. Na Dani, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Akkor jó. Reménykedjünk ebben. Köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao, jó munkát nektek, hello. Hello. Köszi, Hali. Végre ugye kettszerem lett egy kicsit, nem? Hát, valószínűleg ezzel az alpaka szoborra lehet, hogy a sajátját akart. Ott azért, hát igen, mert gyerekek. Hogy... Bocsánat, hát nyilván lehet, hogy ő is gondolkodott azon, hogy esetleg róla, de nem. Az a milyen lesz, minket fog ábrázolni. Az a szó, amit keresnek a Pilis jászfaluiak, a leányváriak, a piliscsévék, a dorogiak, az az, hogy köszönjük, Monik. Hogy hamarabb. Ez a szó, amit kerestek. Ne keresétek tovább. Az a két szó, köszönjük, Morning Show. Segítek, hogy három. Na, gyerekek, hát ez mindenféleképpen, gyerekek. Tegnap beszéltünk az alpolgármesterrel, este ott pár sövényt vágtak. Én ma már fölvonultak a gépek. Kicsit oda pirítottunk, érted, elindult az építkezés, ma már fölvonult a strabag, kivágtak 4 sövényt, rossz oldalon.
Felvonultak. Tök jó. Gyerekek elindult. Hát ez volt nagyon. Tamburmajor, tűzoltó zenekar és mazsorette. Kicsit mondjuk sajnálom nagyon klassz. Miért? Hát, hogy vége van? Igen, én úgy izgultam, hogy ma is megtudunk valamit, ami nem információ az ügyben, de egyébként érdekes, tehát mint a tegnap az ürömi alpolgármester úrnál, ugye ott is hallottunk sok mindent, de ő se tudott előrébb vinni bennünket, és erre másnap meg leütjük. Igen, hát sajnos ez egy kicsit hamarabb véget ért, de a lényeg ott mindenkinek, aki arra jár, hogy ez jövő augusztus, ha addigra nincs kész, újra telefonálunk, de ez nagyon klassz. Ne kezdjünk el telefonálgatni, mondjuk a Sagrada Familia nevű templom ügyében is, az is már elég régóta épül már, ott spanyol homba, hát ha befejezik azt is gyorsan. Írt a Pécsi Norbi nekem SMS-t. Tényleg? Igen. Szeret? Kommunikációs osztályvezető a Magyar Közútkezőtől azt írta, hogy utakat nem építünk, de felújítunk. Hajrá, Morning Show, Pécsi Norbinyó. Köszönjük szépen. Egy csapat vagyunk, toljuk előre az ország szekerét. Figyelj, ez nagyon jó. Nagyon igen, Norbinyó, köszönjük szépen. 7:30 pontosan Noven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva, jó reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak, trafi van az M1-esen, a 143-as kilométernél a határ felé menőket lövik, ezt Abdul küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nagykőd ereszkedett le Szolnok Abonyi térségében, óvatosan menjen mindenki, a látótávolság 100-150 méter, süsűzeni nekünk, valamint autó az árokban a 85-ös főúton Ikrénynél, már torlódás van. Itt még több kérdés egyébként az M4-essel, az M85-ös autópályával kapcsolatban, de hát ezeket nem kérdeztük meg, mi most csak erre koncentráltunk. Igen, Váci úton a Káposztás megyéri lámpa után egy grafit szürke Fordból mérik a befelé érkezőket. Szemicsepp küldte nekünk. Szemicsepp. Milyen becenevek, nem? Anna olyan zaklatott ma reggel, gyerekek. Mi észrevettétek? Nem vettétek észre? Hát nála sosem lehet tudni, hogy mi van. Mi van? Megint biztos összeszólalkozott valakivel a metró, mert az szétkent egy fánkot. Elutasították tegnap este, vagy mi történt? Nem hiszem. Sose utasít. Nem? Neki soha nem mondott még férfi nemet. Igen, cső. Mi van? Ellopták a bérletemet, képzeld el. Peti? Nem. Miért? Jézusom. Családon belül? Nem. Nem? Nem. De hol? A táskádból? Igen, képzeld el, a táskámból kiemelték, és ilyen nem történt még velem, ilyen csúfság. Havi bérlet? Havi bérlet. Még szerencsére nem éves. Hát hallott, tényleg így van. De akkor mit csak besétesz, és ellopták, akkor nem kontolják. Nem, akkor így jártál, járt így ismerősöm. Februárban ellopták az éves bérletét, aztán azóta megtanulta, hogy van olyan éves bérlet, ami hónapokra van lebontva, tehát egyszer veszed meg, aha, de nem egy szelvény, hanem 12 kis papírlapocska, és azóta ő ezt használja inkább. És bevaradta a bőre alá. De benyúltak most a táskádba? Tegnap, igen, képzeld el. Volt egy kis zseb, vagy hát van is a táskámon, és én azt általában befele szoktam azért itt tartani, és most kifele volt. És egy pici kis lökést éreztem a nyugati pályaudvarnál, hogy mentem föl a mozgó lépcsőn. És azt gondoltam, hogy nem állok elég jobbra, tehát biztos föl akar menni mellettem valaki, hogy siet. És hátra néztem, és egy ilyen 50 körüli hölgy volt. És, de utólag már nem érzed úgy, hogy hölgy. Hanem, hogy hát utólag már máshogy látom. Aha, igen. Patentos? Épőzáras, cipzáras? Cipzáras, igen, és képzeld el, hogy nem kérték kifele menet a bérletet, és amikor elértem a Hegedűs Gyula utcát, fel akartam szállni mindegy a 15-ös buszra, és ott első ajtós felszállás van, mutatni kell a bérletet. És mondom, hol a bérletem, és ki volt cipzározva. És mondom, hogy atya úristen, mondom, a Dunaplázánál még kérték, tehát amikor beszálltam a Gyöngyösi utcán, ott meg tudtam mutatni, tehát magyarán az a lökés az volt, hogy elvitte, de egyébként olcsón megúsztam, mert nem a mobilomat vitte el, nem a pénztárcámat a bankkártyával, nem az irataimat vitte el, de azért bosszantó. De mennyire profi? Nagyon profi. Egy lökés alatt benyúlsz, fogod, kihúzod, igen, és mész tovább. Hát igen, az nagyon jónak kell lenni. Hát nem? Nagyon jó volt az 50-es. És még az Anna rá is nézett, tehát még azt nőcim is eljátszott, hogy bocsi, ne haragudj, csak sietek. Igen. És nem ment egyébként föl, tehát nem ment, csak így hátéztem, hogy egy pillanatra most már egy utólag, de hogy mennyire össze tudja tenni egyébként az agy, az döbbenetes. Tehát, hogy utólag, amikor elkezdesz rajta gondolkodni, hogy hogy is volt. Tartottál benne mást? A bérleten kívül? Nem, ő azt gondolta, hogy pénztárca, mert egy ilyen papírzsebkendőt szoktak benne tartani, ilyen anyag kis tok volt, abba volt benne, és szerintem ez a... Na, nem minősítem. Azt gondolta, hogy most olyan voltam, mint Magdi Anyus. Igen. Hát, de nem, igen, csodálom. Vettél egy nagy levegőt, hogy hát, mert még, aha, magam is megbánom, nem, amit mondom. Igen, igen. Még magam is megbánom. Inkább bemegyek és sepregetek tovább. Nem olyan volt? Nem, olyan egyébként most, tényleg. Most várja. Gurulj le egy lépcsőn. Most gyorsan gurulj le egy lépcsőn. Hagyj, nézzük meg. És a felhúzó fa. Igen. De nem, de tényleg, tehát, hogy ilyen rendőrségi magazinokban szokták ugye mondani, hogy az úriember.
a tolvajra, aha, meg a gyilkos, hogy az úriember. Na hát ők nem úriemberek, nagyon dühös vagyok. Itt a 2 hetes bérletem, Balázs, meg kellett vennem ma reggel. Mit csak fizessem? Fizessem még. Nem, csak mutatom. Mi vagyok én? Csak mutatom, mert... Aztán vedd elő a kest. Várjál, mindjárt megnézem, mennyi van. Nem, itt a 2 hetes bérletem, Balázs. Várjál, megnézem. Kölgjétek ki, fiúk, a kest. Ide anyuci kezébe. Nem, én még nem láttam ilyet. Nagyon profi egyébként, automatából vettem. Tehát, ez hogy menő, hogy 2 hetes. Meg kell, hogy mondjam, hogy menő volt. Menő. Beütöd a személyigazolvány számodat, és kiadja a 2 hetes bérletet, és hát most ezzel utazgatok. 6300-ért ezt most meg kellett vennem. A 2 hetes 6300. 6300, igen, mert... Ez 10 az egy havi, nem? Hát, de gondolom, hogy ilyenkor egy picit azért ez... Aha. Hát ez olyan, mint az ételek felénél. Ha fél adagot kérsz, 70%-ot számolnak, igen, ugye? Igen, igen. Hát most ez van. Elsőig, aztán kapom a következőt. Vajon hányan vannak? 2-3? Egyedül dolgozik egy ilyen? Vagy szerintem egy figyel? Egyedülös? Vagy felszállnak több helyen, egy figyel, jelel, egy leadja, egy meglöki, másik oda nyúl. Hogy csinálhatják? Teljesen szólóban szerinted? Magányosan? Szerintem igen, ez pont az a műfaj, hogy a hátul mögötte állsz annak, akit meg ki akarsz rabolni, ott a kis táskája, picit elhúzod, benyúlsz, és már mész is tovább. Tehát ott nem kell megfigyelő. Nagyon súlyos, és egyébként azt kérdeztem az előbb, hogy tartott-e még benne valamit, mert azért sokaknak szokás, többek közt nekem is, hogy ilyen kis apróbb, cseprőbb dolgokat azért még belerakunk. Van, akinek például, mit tudom, bankkártya is benne van. Akkor hát az a pinkódos, akkor az egy bérlet még talán nagyobb macera. Már egy pinkód, az a kártyát meg kell rendelned újra, abba az a személyiség. 5000 forint, stb. Kártyarendelés, az is. Á, mindegyik szívás egyébként, bármit visznek. Engem az is zavarna, hogyha érted most, hogy ilyen PPS-es kártyát ellopnak, rögtön bemegy a közérbe, aztán pár rúgó értéki gyakorlatilag vásárolat róla. Tehát, hogy amíg le nem tiltod, addig szépen mehetsz, igen, bármelyik közérbe, ez aztán csak oda kell tartanod, és kész, nem kérdés senki a pinkódot. A PPS-nél neki pérkék. Na, nem érkezett bele a pékek. Érted, mit akarok mondani? És a képkeretezőket. Hogy ne kérne pinkódot? Nem, nem kér, hát nem, csak odaérinted. Hát én tegnap PPS-szel fizettem, PPS, odaérinted és beütöd a pinkódot, csak gyorsabb, nincs ez a lehúzás, csippes. Ne vicceljél, mert ez akkor nagyon vagy volt. Nem kell PPS-nál, ez a lényege. Na, én tegnap PPS-szel fizettem, és 1600 forintot fizettem, és oda rakta, tehát nem lehúzta, oda kérdezte, hogy PPS, oda rakta, de ugyanúgy megkérdezte a pinkódot. De miért, amit lopogtasz, az nem PPS. Vagy az lehet, de... Ez lehet, de akkor miért kér tőlem tegnap nekem is ugyanolyan van, csak töredék összeg. Nem tudom, mert elvileg nem lehetne, hogy kérjen, mert az a lényeg, hogy begyorsítson egy folyamatot. Na, tehát de azért... gyorsít, mert csak odaérinted vége, míg a lassú, az ugye fogod a csipes részt, bedugod alul, tranzakció, kihúzod, vagy lehúzod, ugye a PayPass-szel odarakod te fölülre. Most nem vagyok, mert biztos 3 vagy 5000 forintig nem kell. Nem kell, 5000 forintig nem kell. Akkor szeretem a kártyámat, mert hogy nekem tegnap kért, és nagyon keveset. Ja, nagyon keveset akartam, de lehet, hogy 5000 forint alatt, nem? Alatt nem. Aha, nem. Akkor lehet, hogy a mi extra biztosítás van a kártyámon. Semmi, hát mindegy, jó. Mert jó, tudom, PayPass volt és kért pinkódot. Mikor vásároltál te 5000 alatt? Ne szórakozzál már. Na. Hát, nem, többe sem. Volt az. Többe volt az, nem 500 000? Ez a hülye. Igen, a Viki születésnapi tortája volt, igen, 800 000-ért aranybe vonatta a gyémánt krajcára. Nem, csak egy új motort vett a roverbe. Egy marcipános csoki tortát fizettem egyébként. Na. Kártyával. Na mindegy. Szóval, és most akkor emiatt vagy? Emiatt hát emiatt, most nem, majd túl leszek rajta. Olyan rossz érzés az, hogy hiányzik a kis neszeszerem, és sajnálom a bérletet. Nekem még olyan bérletem volt, képzeljétek el, ami még fotó volt. Tök régi kis bérlet. Ilyen már nincs is, mert már nem kell, hogy ilyen fotós. Én voltam rajta. 15 évvel ezelőtti önmagam volt rajta. És nekem hiányzik, és tudom, hogy ez a kukába végeztem, mert ő azt gondolta, hogy ez pénz lesz, vagy bankkártya, vagy ilyesmi. És most kinek kell egy bérlet, amire rá van írva a bérletszámod? Mit tud vele csinálni? Hát gondolom, másra ment, tényleg. Tehát azt hitte, hogy tárca. Vagy valami. És ott van, igen, egy szemetesben is. Ott heversz egy szemetesben. Az a gyönyörű kép. Igen. Rád dobtak már egy ilyen fél puncsfagyit, az így folyik le az arcodon a szemetesben. Igen, két szőlőszemet, igen, meg egy baránéjat, és ott ülsz valamelyik budapesti kukában, most képzeld el. Hamvas szőke kislányként, még igen, ott vagy ezen a fotón, még mielőtt a Peti megrontott van. Olyan jó nő voltam akkor még. Az a baj, hogy de gondolj, nézd a jó oldalát, most mindig elővetted a bérletedet. Elővetted a bérletedet, megnézsz, és frusztrált a saját képet, hogy hogy elment az idő. Most csinálsz egyet valamelyik ilyen, nem tudom milyen igazolvány. Nem kell már hozzá, képzel, ezt is tegnap tudtam. Ja, már nem is kell fotó. Á, francokat. A szelvényre ráírod szépen a személyigazolvány számodat, és kész. Én nem is tudtam, hogy ez már így van. Megismernéd a nőt, ha találkoznál vele? Nem ismerném meg. Azt mondjuk meghallgatnám, hogy Ponyicki bosszút áll. Hát, gyerekek. Azonnali újjászületést kérdék. Jó napot kívánok! Megismer! De akkor már üti? Tudja, ki vagyok? Nem lenne, hogy tudja, ki vagyok. Ja, azonnal cséphadarás. Elnézést.
Most nekem fizetsz egy félhavi bérletet, megmondanám, és a mögöttem jövő összesnek, akinek nincs. Figyelj csak ide, hogyha például mondjuk... Engedjük el az Annát közül, hogy tudjon telefonálót adni. Mondd nekem, az éves bérlet. Figyelj csak. Hát azt ellopják, azon se tudsz. Hogy az éves bérlet, hogy ott akkor, tehát ugye, mert ugye az egy nagyon komoly összeg. Tehát ott nem lehetne azt, hogy például itt a nevedre van beregisztrálva az a, hívják, a bérlet, és hogy megtérítsék neked abban az esetben, hogyha nincs ilyen? Nem egy karitatív szolgálat ez a BKK, meg BKV neked tér. Figyelj, oda a bérletet, ne hagyd el. Hát ez gyereke. Azért ne várjunk el mindent, attól, hogy bejel elregisztrálva, mi mindent oldjon meg helyettünk. Hát, nem kell hagyni. 100 000 forint. Hát én ezt pontosan értem. Tudom. Na de hát tök egyszerű a megoldás. Be van írva névre, hogy ki a bérlet. Bemész, és azt mondta, hogy bocsánat, ellopták a bérletemet. Adnak egy újat. És az van bele regisztrálva. Más, igen, más úgysem tudja elviekben használni, hiszen van rajta egy szám, és az alapján ugye csekkolni tudja a bérlethez. Ez nem a jövő. A bérlethez, vagy a bérlettel kompatibilis, amihez vették. Ugye ennek az új rendszernek pont ez a lényege. Hogyha az ellenőr, a BKV ellenőr ezt megnézi, akkor látja, hogy a kettő egymással nem kompatibilis, tehát nem használhatja. Tehát tök jó lenne, hogy ilyen kollégának egy újra. Értek, és a messzi jövőben gondolkodtok. Nincs. De elintézzük ezt is, mint az ez lesz körforgalmat. Ez lesz következő, igen. Jó, illetve a MÁV applikációs SMS, hogyha ott állsz a megállóban, akkor tud, hogy késik, igen. Jó, de most gyorsan játszunk egyet még hozzá Óven bácsival és Beru nénivel már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Réka! Hello. Réka, honnan hívsz minket? Budapestről. Jól van. Mutatjuk is, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Jó, rendben. Figyelj. Megvan az üdömi körforgalom. Elváltak végre. Igen. Vagy üdömi körforgalom átadás van, vagy válás, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Jó. Ta-da-ra-na-na-na-na. Szóval nem tudom. Mutatjuk, jó? Jó. Hát, lövésem sincs. Nincsen? Nincsen, egész héten ment a többi, de... Mutassunk hosszabb részletet? Ezt kérhetném még ezt? Persze. Tudolás, nagyon jó. Pedig itt van. 20 év alatti vagy? Tessék? 20 év alatti vagy? Nem. 30? Nem. 30 inkább, hát igen. Még akkor is. Na, hosszabb részt vagyem? Na. Aha. Pedig na, a bögrére gyúrtam. Jó, még meg lehet a bögrén kívül minden más, figyelj. Tudom, nem fog beugrani a címet, pedig tudom. És az előadó? Őse Bakker. Megmutassuk, mi az eredeti? Nem? Na figyelj, megmutatjuk. Jó. De jó. Egy jó kis Depeche Mode volt. Á, ez az. Hát, Réka, igen. Ez nem nagyon sajnálom. Mi is, nem ment. Éreztem, hogy ez most nincs benne, akkor találhatjuk volna tovább. Túl izgultam a dolgot. Lehet, egyébként, tényleg. Igen. Réka, köszi a játékot. Én is köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello. 4 perc múlva 8 óra, gyerekek. Csütörtök. Itt van az én kis barátom. Ja, Isten, ölelkezés lesz. Mindjárt megsimogatom. Már itt van kint. Hát megnézte a reggelit. Igen, ha be tud jönni a látvány után a stúdióban. Amit hoztál, igen. Gáborral folytatjuk a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 11 perce. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Jani, hello Feri. Hello drága hallgatók. A 214-es buszon mindenki ritmusra rázza a fejét. Jók vagytok, gyusz. Valaki most küldte el az SMS-t, hogy kíváncsi leszek, hogy beérsz a Balázs adásra. Budafoki úton próbáltam felzárkózni teherautóval, ír Roberto. Ez 8 óra 9 perckor jött ki. Hát én megnéztem az autót, hogy megvan-e még. Kint utájára Budafoki úton 3-4-6 magasságában voltam, de néztem, hogy miért rongyó lesz az ellenközirány, amit van a rádióban. Lehet, hogy az autó megy, és én még itt ülök benne, az autómat már vitte valaki, nem tudom. Utájára Laci volt
az autónál, hogy behozza a tortát. De hol van Laci? Nem, Laci, mennyiért adtad el? Mérnek Hajdúhatházon, a Hajdúsámson felől érkezve szürke civil behajtók. Viktor küldte nekünk. 8-as főút Veszprémi körgyűrű, két autó koccant az Almádi úti kereszteződésben, az egyezkedés még folyik, Könyves Nándi üzente, aztán a Budafoki út Molkút a város felé már araszol, Attila üzente, és dolgoznak az ürömi lámpánál. Ez gyerekek, az. Elindult. Picit beszéltünk néhány emberre, picit kérdezősködtünk. Pest felé haladva a lámpa előtt, balkész felé vágják ki a kisebb fák a cserjéket. Uh-huh. A mai menetidő egész jó volt a Solymári áruház, ürömi körforgalom 45 perc. Tört, jó. Oh. Jézus Isten, mennyit jártam arra, a kettő között van, mit tudom, durva 3 kilométer, vagy 4, nem tudom mennyi, de hogy minden esetre nagyon kevés. 45 perc. Trafi csávoljon Felső Szent Iván felé, ezt Nelly üzente, és sajnálata közlöm, de Zugló elveszett, Tököli, Egressi, Mogyoródi, az mind halott, ezt öcsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, dolgoznak az ürömi körforgalomnál. Ennyi. Gyerekek. Hát ez jó hír, na, elindult. Tényleg. Dolgoznak. Lehet, hogy az elkészülés dátumai mögé odaraktak még egy nullát. Igen. Milyen a csoki torta? Mm. Egyébként nektek hozni valamit, de tényleg állandóan szívjátok a véremet, hogy soha nem hozok semmit, és soha nem kaptok semmit. Te egy ilyen kis kanállal, egy kicsit így nyam-nyam, te bele se eszel. Én beleettem. Egy maximum egy falatot, hát nektek nem hozom valami, érted? Nem azért kell enni, mert szereted. Én szerinted szeretem, amit hozol. Udvariasságból, udvariasságból, akkor el kell vinni az ajándékot, amit hozunk. Azért mert hoztam. Aha. Nem hiszem, hogy kell, hogy szeretem. Egy fakanállal tömködi le, amikor nem vagy itt bent, érted? Csak miattad csinálja, mert tudja, hogy a kis lelkednek jó tesz. Az egészet. És szeretem, amit hozol, de hát valahogy beleettem. Hát most tessék, Laci, te is egyél. Addig innen el nem mentek, amíg ezt meg nem eszitek. Figyelj, megfertőztél ezzel a zapkásos történet, de én reggel bekevertem magamnak egy zapkását, és nem tudok mindent megenni. Érted? Vagy ezt teszem, vagy azt teszem. Jó, na, hát most egészség, a következő élvezet. 3 évben megint nem hozok nektek semmit. Tehetek róla, hogy jobb a zapkással, mint a te csoki torta. Nem hozok nektek semmit. Na mindegy, jön valaki, aki majd rendet tesz. Itt a habzsolásban, meg a dőzsölésben, meg a szórakozásban, meg a bulizásban. Mert hogy csütörtök van, és ez azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztott, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket cikkeztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Jó reggel! Jó reggel, szervusztok! Olyan, mint a te ébresztetted volna. Örülök, hogy találkozunk újra. Hasadra sütana! Na, mi újság van? Mit szólsz? Egy falacsoki torta, Viki szülinapi tortája tegnapról, már nem úgy, hogy ő nem tud róla, hanem ti eszitek meg helyette. Marad belőle egy kevés. Meglepetlek, megkínálhatlak. Megmondom őszintén, az egyik szemem sír a másik nevet, mert amikor bejöttem a stúdióba, akkor az előtérben egy kis állati fehérje túlsúlyt láttam. De csak, de finomak volt. Állati fehérje túlsúly. Picik is felvágottakat. Igen, de Feri hozott reggelit. Magas kenyérrel, és vajkrémet is láttam. Igazi vajat. Fűszeres. Sajtkrém, ja, van benne, igen, és igazi vaj van. Igen. Így van. Ott egy picit visszatartottam a lélegzetemet, és tovább jöttem. Igen. És akkor de például láttam. A májpástétom tetején az valódi zsír. Gyönyörű, igen. Egy centi vastag, eredeti. Kemény, finom, igazi zsír. Igen. Értem. Ott vettél egy nagy levegőt. És akkor hallottam már a műsorban korábban is, hogy egy kis torta itt vár, és mikor meghallottam, hogy cukormentes, akkor itt nagyon kíváncsivá váltam. Közben Jani jött velem szembe, és kevergette a kis zaplehet, amit kókusztejjel öntöttél. Nem, az a tegnapi volt, csak tegnapi, elmeséltem. Ez nem, ez most sima laktózmentes tejjel, van egy kis csipkebogyolekvárral, és egy pici méz. Balázs fertőzött meg. És akkor így jó közérzetem lett, hogy úgy érzem, hogy ez így most egyensúlyba került. Esszel vagy nem esszel? Én mindenképpen megszeretném kóstolni. Eszed vagy nem eszed? És ezen van ilyen marcipán tető is, ugye? Egy szolid, egy cent is, az egészséges. Igazi mandulából, házi mandulából, házi biomandulából, egyenesen a kertemből.
Én azt gondolom, hogy ezt meg kéne... törte meg a csonthéjas magvakat. Ezt meg kéne mintázni mindenképp a végén. Igen, farpofával törtem fel a mandulát, amit aztán belereszeltem nektek. Úgy, és hogy... ez csak miattad, Gábor! Neked. Jól vagy, Gábor, mi újság? Igen, köszönöm szépen, jól vagyok. És hát folynak a sorozatok, rettentő sok a meghívás. Úgyhogy sajnos ezért most nem tudlak benneteket ellátni finom reggelikkel, de ígérem, hogy amint visszajöttetek külföldről és még életben vagytok. Hagyja, akkor... finom reggelit hoztam én. Tehát... Igyekszem újra pótolni a lemaradásokat. Hát igen, nem sokára indulunk. Erről most már holnap többet mondhatunk. De jó lesz. Hogy hova megyünk. Igen, jártál már Afrikában? nem. És ott fogtok enni? Tehát ott gondoltunk rá, nem. 6 hét alatt... nekik is kell valami. Hát tudom, hogy vannak hibáink, az egyik, hogy 6 hét alatt ennénk egy keveset. Hát még azért mi sem vagyunk tökéletesek, gondoltunk rá, hogy ne együnk, vagy csak ígyunk, vagy mit csináljunk. Nem tudjuk, lehet, hogy mit tesznek. Így kell fogtok gondolni az itthoni zapkására, és azokra a beszélgetésekre, amiket az élelmiszerekről csak nem gondolod, hogy hazai zapkása nélkül ki fog venni Balázs. Nem gondolod, hogy nem teszek be 3 kilót. De én megkockáztatom, hogy ha Feri is kimegy, és úgy tudom, hogy ő is kint lesz majd, bizony, akkor ott olyan éjségtől majd rátok, hogy meg fogja becsülni ezeket a kis alkalmakat, hogy visszaemlékszik ezekre a kis beszélgetésekre. Feri, Gábor, én a világ minden táján jól toklak, mi hidd el. Én nem leszek veszélyben. Üvölt egyet, lecsapuszt a kézzel egy gnút, kitépi a hátsó lábát, és ott helyben megeszi. Feri kézipogyásznak egy ketrecet visz föl majd magával, lesz benne 2 gyöngytyúk, 3 liba, 4 kacsa. Egy nagyobb sertés. Egyébként a refontáplálkozás praktikus, ilyenkor Afrikában is. Hát tudom javasolni, majd esetleg összegyűjtök jövő héten néhány olyan receptet, amit tudtok vinni, száraz pirított műzli például, pici süldió, mézes süldió, és akkor ezekkel tudtok ott táplálkozni. Úgy látom, Feri nem igényli ezt a... De én nagyon szeretem ezeket, nagyon. Mézes süldió. Rendkívül finom. Az a baj, hogy folyadékot fogtok kívánni rá, és az nem biztos, hogy ott lesz, úgy tudom, hogy ott kevesebb a víz, vagy nem túl jó a minőségű, tehát a folyadékra is figyelni kell. Tehát vigyünk lúgosított vizet magunkkal, vagy szűrt csapvizet. Hát azért palackozott víz azért lesz kint. Igen. Azért az ásványanyag tartalmát nézzétek meg, és ugye a szénsavas víznél, ugye mondtuk, a kioldódást, tehát gondolom, ott nem biztos, hogy ezzel fogtok foglalkozni, de jó figyelni kint is az egészségetekre. Hát igen. Te gondolod, a vérhas nem játék. Te a szomjahalás szélén te gondolkozol, hogy az milyen ásványi anyag tartalmú a víz. Érted, úgy iszol, hogy öröm nézni. Örülünk neki, odaférünk a sok glútól. Végül is védőitalként fogjátok inni szerintem a palackozott vizet, hiszen ott sokat fogtok majd izzadni. Elég párásodt a levegő, úgy tudom. Viszont ha rostosan táplálkoztok kint, akkor azzal számoljatok, hogy egy fél literrel több folyadékot vesz be a rost. Aha. És ilyenkor egy picit többet kell inni. Hát meggondolandó. Basszus, úgy érzem magam, mint egy osztálykiránduláson, ahol a tanárbácsi elmondja. Ennél durvább lesz a gyerekek. Akkor jó, ahogy megbeszéltük, akkor ott nem vesz senki semmit, mindenki csak a saját maga által hozott szendvicseket fogyaszthatja el. 15 percetek van rá. Gyerekek, semmi baj. Most ott tavasz van, és már 36-38 fok, és még most jön a nyár. Ne aggódjatok. Nem, semmi baj. Semmi baj nem lesz. De hastifúz, abban van a vitamin, úgyhogy. Én már azt annyira várunk, hogy megkapjuk végre. Azért bízunk benne, hogy jól veszitek majd az akadályokat. Persze, nem lesz semmi. Egy egész ország fog izgulni, értetek? Így van. Könnyes szemű vemes majmok maradnak utána. A harmadik héttől kezdve. Igen. Na, mivel készültél már a Gábor? Egy olyan témával készültem, amit be is harangoztunk, a térfogat. Tehát az élelmiszereknek a térfogat, a nagysága, a mérete mennyire változik. Itt 2 folyamatról tudok beszámolni. Az egyik a péksütemények, kenyerek világa, ahol látjátok, hogy egyre kisebb alapanyag mennyiségből egyre nagyobb térfogatok születnek. És hogyha elvágtok egy pár forintos zsemlét, akkor azt látjuk, hogy szinte csak levegőt vásárolunk vele együtt. Igen, ugye tulajdonképpen ez arról szól ez a mai rovat, hogy próbálnak úgy bennünket, hát tulajdonképpen szerintem kimondhatjuk átejteni ugye az élelmiszeriparban, amikor azt gondoljuk, hogy jó alapanyagot veszünk, minőséget veszünk, de helyette csak tömeget veszünk, térfogalt növekszereket, és nem az van benne, amit mondanak. Illetve az van benne, csak felpumpálják és kisporolják az értékes alapanyagokat, ugye? Így van. Ennek az oka, hogy a kenyereknél a fogyasztó a szeme alapján vásárol, tehát ránéz a kenyérre, nem annyira a tömeg, ugye nincs is nagy címke rajta, hanem hogy néz ki a kenyér, mekkora. Viszont én nem is annyira erről beszélnék, hanem az egyebekről, ahol megindult egy térfogat csökkentés, vagy illetve tömegcsökkenés. Ha megnézitek, akkor a piac úgy működik, és itt nem szeretnék nyilván senkit sem konkrétan bántani, csak egy tendenciát mondanék, bevezetnek egy terméket.
mondjuk egy flakonos terméket, és azt megszokja a fogyasztó, azt az ízt, azt a méretet, azt a térfogatot, mondjuk egy van egy 150 grammos termék flakonban, és eltelik egy fél év, egy év, és egyszerűen észreveszem, hogy az már csak 125 grammos. Tehát nem 150 grammos, az ár ugyanaz, vagy 5-10 forinttal csökkentik az árat, tehát akciósként van hírva. Észre se vettem, és 25 grammot csökkent a termék. De a méret ugyanaz maradt. Ugyanaz tehát, a méret, mert flakon. A csomagolás technikus megint profi módon dolgozik, tehát egy picit fölnagyítja ugye mondjuk egy flakonos terméknek a tetejét, a grafikákat úgy alakítja ki, hogy a fogyasztó megkívánja a terméket, ugye meleg színeket rajzol rá. Tehát nincs az benned, hogy te azzal foglalkozz, hogy 25 grammot csökkent a termék, a flakon ugyanaz, vagy esetleg megszűkítik az oldalát, és az alját azt kitágítják, tehát ez a már csomagolás technikai kérdés, hogy gyakorlatilag még nagyobbnak is látod a terméket, vagy vannak azok a poharas termékek, amelyeknek van ilyen, mint a, hogy mondjam, mint a pezsgős pohárnak ilyen alja van, és a termék magas, de magában a csomagolásban van mondjuk 50 gram vagy 80 gram mondjuk túrókészítmény vagy joghurtkészítmény, és nagy talpa van. És úgy látod, hogy ez egy 10 centi magas termék, de a fele az a maga a csomagolás, a másik fele a termék. Szóval elindult egy ilyen folyamat, hogy a szűkített, csökkentett űrtartalom, és ilyen szempontból mondhatjuk, hogy megint jól jár a gyártó, a fogyasztó pedig egyre kisebb tömeget, egyre kisebb mennyiségű terméket vásárol. Ez az egyik folyamat, a másik pedig az, hogy kiváltják. Hát például a marcipán, ha megnézitek, már így nem is kapható, vagy alig-alig, hanem inkább marcipán kenyeret találtok a nagyobb üzletekben, ilyen golyók formájában, vagy rút formájában, és ha megnézed, akkor benne inkább módosított keményítő és burgonya. Burgonya pép van. És ugye a mandula pép egy drága dolog, a mandulát kiváltják krumplival, keményítőkkel, pektinekkel, zselékkel. Szintén szeretném hozzátenni, hogy biztos találkoztatok olyan hengeres túrókészítménnyel, amelynek a belsejében... A mandulánál azért fel kell tüntetni, nem? Tehát ha elolvasom részletesen, akkor azért az rajta igen, kell, olyan hogy legyen, hosszú, nem? Olyan hogy hosszú nem az a ember, címkén, persze. Nézzétek, három nyelven van leírva, ebből valamelyik a magyar, nincs energiád. Látsz egy szép címkét, látsz néhány külföldi, akár német kifejezést, látsz, ez biztos minőségi, és megveszed. De még akkor is megveszed, hogyha látod, hogy van benne mondjuk 20% krumpli, mert azt mondják, hogy nem tudom, maradék 20% az mondjuk mandula benne, tehát van benne mandula, csak ne felejtsük el, hogy az árat alig csökkentik. És ugyanakkor ugye mondjuk a mandula helyébe a sokkal olcsóbb krumpli keményítőt teszik. Ugyanígy a zselék, amikről korábban beszéltünk, gyümölcszselével pótolják mondjuk a túrókészítmények egy részét. Biztos láttatok olyan készítményt, ahol aláöntenek, vagy alátesznek zselét, gyümölcszselét, és amikor megnézed kívülről a csomagolást, átlátszó, áttetsző csomagolás, gyönyörű, szép, mondjuk málna zselé van az alsó harmadában egy joghurtkészítménynek, vagy egy túrókészítménynek, a fölötte pedig gyönyörű, szép túrókrém van, és megveszed, mert milyen finom együtt kanalazni, ugye a lekvárt és a tejkészítményt, csak azt felejtjük el, hogy egyharmadát kiváltották zselatinnal lényegében, vagy pektinnel, és kétharmadával maradt meg az eredeti készítmény. Az árat csökkentették 10%-kal, a gyártó 20%-ot keres rajta. Gábor, azon mekkora kívül, hogy, azért igen, ezek? Azon kívül, hogy ez pénzügyileg nyilván idézőjelesen mondom ugyan, de átverés, ugye, mert erről szól, lényegében, tehát nem, ez egészségkárosító hatással bír, például a kenyereknél, amikor azt mondod, nem. Hogy a, tehát semmi nincs benne, nem nincs. Káros az egészségre, csak igen. A vevő. Ezért hát is a kenyer az mondjuk szerintem sokszor azért sok adalék anyagot tartalmazhat. Ezért is veszük elő ezt a kérdést most, mert én azt gondolom, hogy nem csak ott kell figyelni, ahol kifejezetten félünk attól, hogy egy egészségkárosító anyag van benne, hanem én kifejezetten foglalkozom azokkal a manipulatív dolgokkal, amelyeket nyilván a törvény megenged, mert ez nem ütközik a törvényben, amiről most beszélünk. Csak azt mondhatjuk, hogy ez a gyártó számára önköltségcsökkentő tényező, abszolút. A fogyasztó örül neki, hogy egy picit színesebb terméket kap. Úgy nevezzük ezt, hogy gasztropszichológia, ezzel foglalkoztunk, lélektani kérdéseket vesznek alapul. Egy kis gyümölcskészítmény, gyümölcslekvárt mindenki tesz szinte a zapkására, aki otthon ilyet eszik. És a gyártó azt mondja, hát én odarakom neked azt a gyümölcskészítményt, csak az nem olyan, mint ami házi lekvárunk. De nem hanem erős kifejezés. Zselatinnal készül. Bocsánat, nem erős kifejezés ebben az esetben a csalás? Mert hogy itt gyakorlatilag azért arról van szó, hogy egy picit védjük meg a gyártót, hogy ő nem akar árat emelni, kvázi nyilván nem akar ezzel bevételkiesést, mert mondjuk felment az adalékanyagoknak, vagy az alapanyagoknak az ára, amikből a termék készül. Ezért ő ilyen formában kerüli el
az árnövekedést, és gyakorlatilag ártani nem árt, mert hogy nem egészségtelen dolgokat rakok bele, hanem csak kevésbé értékeseket. Így van, a szónak a jogi értelmében nincs szó természetesen csalásról. Ráadásul fel is tűnteti az alapanyagokat. Így van. De egy picit hasonló, amikor egy túrókrémbe mazsolát tesznek, a mazsola jól megszívja magát, beletesznek mondjuk egy pár szem mazsolát, az fölveszi benne a vizet, eléggé megduzzad a mazsola termékben, és ha megnézitek egy túrókészítmény alján, szinte csak mazsola van, igen komoly tömeget lehet elérni, gondoljátok meg több tonna készítmény esetében, ez akár 100 kilós nagyságrendű nyeresség, tehát ennyit nyer, és az ugye a mazsola megszívja magát, hogy előzetesen vízzel telítik, cukros vízzel, stb. Tehát nincs szó csalásról, én azt mondom, ezek a modern világunknak az apró pici trükkjei. Ami jó átlátni fogyasztóként, hogy ezt tudod, hogy ez nem biztos, hogy azért és ha választhatsz, hogy egy olyan túrókészítményt veszel, amiben nincsen növényi, vagy bocsánat, gyümölcszelé, és egy olyat veszel, amiben van, akkor én azt mondom, hogy vegyél olyat, amiben nincs, és otthon rakjál rá házi lekvárt, jobban jársz minden szempontból. Igen, csak tudod, a fogyasztónak meg megint mi, ahelyett, hogy megfőzné a lekvárt, mert nyilván az macera, odamész és készen kapod a kettőt. Tudod, hogy ez is a trükk, még ez is idézőjeles. A trükk része. Neked nem kell semmit csinálni, edd meg, itt van. Hát mert a kettő az egyben, a három az egyben, ugye ezek a típusú készítmények, ahol rajta van már a műzli, és egy kis pejhet rászórnak, és már is a térfogat a kétszeresére nőtt, ezek a, aztán ott a védőgázos csomagolás. Ugye a védőgázzal, ugye ez egy szakmai dolog a védőgáz, és egy fantasztikus dolog, de nézzétek, a védőgáz révén a termék térfogat a kétszeresére, háromszorosára dagad, és szeretsz a kezedbe venni egy olyan terméket, ami látod, hogy szép nagy, berakod a kosaratba, és úgy érzed, hogy te vettél valamit. Nagyon szép csomagolása van. A védőgáz jól jött a gyártóknak, mert a térfogatot növelte, és a fogyasztói tudatban a térfogat mindig a több terméket jelenti. Ugyanez van mondjuk a túródeszertekben, a rudakhoz hasonlító túródeszertben, amikor középen van egy ilyen gyümölcsik, ott is nyernek mondjuk 10-20% túrót? Többet, 30. 30. Aha. Megnéztem egy ilyen készítményt, és képzeljétek el, hogy 20%-át a túrónak ki tudják váltani ezzel a hengeres gyümölcszelével, ami nagyon olcsón gyártható. És a külsején pedig a csokoládé masszát is megnövelték, nagyjából egy 15-18%-ra. Ugye a csokoládé masszáról tudjuk, hogy a tömeg csokoládéban általában margarin van, tehát nem kókusz, vagy nem kakaóvajjal készítik, tehát olcsóbb siradékokkal készítik. Magyarul a túrónak körülbelül a 30%-át kiváltották, vagy margarin alapú csokoládéval, vagy belső gyümölcskészítménnyel, és a fogyasztó beleharap, és hogy Feri, te is mondtad, jobban szeretsz fogyasztani egy olyan túrókészítményt, ami érzed, hogy több a csokoládé, van benne, mint a lekvárt tenné hozzá, van benne édes, finom ízű, aromásított gyümölcskészítmény is, egy kis túró, édesített vaníliás túrókrém, szívesen megeszed. Nem jut eszedbe az, hogy hopp, itt a 30%-át kiváltották. Olcsóbb anyaggal. Jó üzlet. És akkor a mandulára hogy írhatják rá, hogy marcipán? Tehát miért nem írják rá, hogy marcipán ízű, vagy marcipán szerű, vagy tehát hogy miért nem szabályozza? Szerintem ezt is fogják szabályozni. Előbb-utóbb a törvény, hát nem írhatja rá, hogy marcipán kenyér. Vagy marcipán kenyér, marcipán ízű. Bizonyos mandula mennyiség fölött adhatják, illetve ráírhatják. Bízom benne, hogy itt is történik szabályozás, hogyha a gyártás afelé mozdul el, hogy tovább csökkentik a marcipán, biztos, hogy ebből lesz megint egy szabályozás. Na látod a kis reggeli asztalunkat? Szintiszta hús van, igazi vaj van, Gábor. Nem köthet bele. Igazi zsír. Így is van, és igazi, gyönyörű kacsa zsír. Ennyi. Igen. És ha meg a tejföllel, meg a túróval nem akarod átverni magad, lehet Csarnok Marika néni, olyan a tejföl, így áll benne a kanál. Oda kell menni. Ott nincs térfogat növelő, meg mit tudom én. Igen. Így egy hallgató, tegnap elnap volt nálunk is, birka pörkölt volt ebédre, elfogyott minden. Jó vagy? Félek, hogy a hallgatók is egy picit elviccelik ezt a kérdést, pedig milyen komoly. Dehogy is, nem, imádják ezt a rovatot. De egyébként, hogyha a már a csomagolást felvetett, azért valljuk be őszintén, hogy rengetegen csomagolás alapján vásárolnak. Tehát, hogy látták egyrészt a reklámot, nagyon szépen meg van csinálva, nagyon dizájnos, nagyon incsiklandó, és nagyon, nagyon tényleg megveteti magát, mert marha jól néz ki, de hogyha ugyanúgy mellette látnak egy olyan csomagolást, ami semmilyen, mondjuk kétszín nyomású, igazából semmi extra nincs rajta, és az adatok kívül nem látszik a semmit, akkor a kettő között inkább a színesebbet fogja megvenni, mint igen, a másikat, annak ellenére, hogy lehet, hogy az értékesebb, jó minőségű, amin nincsenek, mit tudom én, ilyen-olyan figurák meg színek, nem? Így van, elképesztő munka folyik az iparban a jobb csomagolás, szebb csomagolás kialakításért. Ezt úgy végzik el egyébként, hogy
ugye 8 másodperce van a fogyasztónak, illetve a gyártónak, hogy eladja a termékét, mert egy termék mellett kb. 8 másodpercet töltünk. És képzeljétek el, hogy mennyi munka és milyen verseny van a piacon, hogy amikor te sétálsz egy áruházban, egy élelmiszerüzletben, és elmész egy termék mellett, szeretnél tudni a gyártó, mi van a fejedben. Hogy mit nézel rajta, mi az a szín. És ezért egyre erősebb színeket alkalmaznak, formákat, ráírják, hogy nem tudom milyen vitamin, ugye ezt le is szabályozták. Tehát, hogy te megállj, ez a lényeg, hogy te sétálsz, 40 ezer termék van az üzletben, és van egy pont, amikor te lassítasz, megállsz, és leveszed a terméket a polcról. Ez az a folyamat, ami őket érdekli. Miért? Te miért állsz meg? Mi kell ahhoz? Hogy ráírják, hogy a gyermekednek ilyen és ilyen vitaminok vannak, benne, vagy csokoládés. Mondjuk annyi, hogy akciós, tehát nagyon más nem. De hát már mindenhova. Százalékjel, és már megálltam, és megvan a kosaromba, beugrik. Hagyd a színeket, Gális, hogy akciós! De nem kell levennem, hát megismer a termék, beugrik a kosaromba, hogy eltudom a polc mellett. Egyet fizet, négyet kap, a Jani ott van. Igen? Akciós! Ott keresd! És csak otthon nézem meg, hogy mit vettem. A Jani nem egy hosszabb tanulmány, de rövidebb. Jól van, oké, Gábor, hát nagyon szépen köszönjük, ez érdekes volt megint. Jól tudja, a fogyasztó megnézi, egyre ravaszabbak, egyre jobban igen. Kiképzettek a mi fogyasztóink, a mi hallgatóink, aztán majd eldöntik, hogy mit szeretnének venni. Jövő héten már most mondom, hogy táplálékkiegészítők, ez egy nagy témakör, fehérjék, aminósavak, tömegnövelők, erről már beszéltünk, írja egy hallgató, sportolók szedék, ez egy nagyon jó ötlet. Nagyon sok embert érint, turmixok, porok, fehérjeporok, stb. Ezzel foglalkozunk a jövő héten. Ráadásul ők nagyon-nagyon tudatos vásárlók, mert őket ténylegesen érdekli, hogy mi van egy termékben. Tehát, hogy amikor ő vesz egy túrókrémet, vagy mondjuk valamilyen szemcsésszúrót, vagy stb., ő megnézi, hogy mennyi fehérje van benne, mennyi szénhidrát van benne, mert számára ez életbevágóan fontos. Így van, a sportolók körében nagyon-nagyon sok a tudatos ember, megnézik valóban. Jó erről beszélni, mert ugye itt is versenyhelyzet van, itt is vannak olyan dolgok, amikről beszélni kell. Nyilván nem akarunk senkit sem ezzel sem bántani, hogy nem szeretnénk, de lényeg az, hogy ugye olyan széles már a paletta, hogy muszáj sorra venni, hogy mi a jobb, mi a kevésbé jó, milyen típusú termékeket lehet jobban szakmailag javasolni. Milyen hatása van a szervezetre, azért az sem mindegy, fehérjeporok, stb., amit eszel, iszol, ezek a turmixok, ugye tömegnövelők. A fehérjék között különbség van, nem mindegy, hogy milyen típusú. Jó erről beszélni. Jó, akkor jövő héten ezzel folytatjuk. Mit reggeliztél, Gábor? Sajnos nem volt túl sok időm, mert sok a meghívás, úgyhogy házilag pirítottam egy kis müzli keveréket. Pont nagyon ezt csinálom, ha nincs időm. Ugye csak, de ha a iskoláját, valamit pirítok egy kis házi valamit. Utána, mivel a pirított műzli nagyon hamar megduzzadt, egy kis meleg kókusztajjal fölöntöttem, és házi szilvalekvárral dúsítottam. Egyetlen... Jaj, oda akarok bújni megint. Viszont az a helyzet, hogy fölbontottam szüleim alma kompotját. Jézusom, te hedonista állat. Ez olyan, mint az én nagyapám, a nagyapám aranyórája, amit a végbeliben őrzött. Ez a szüleid alma kompotja ugyanez, mert nekem van egy aranyórám a nagyapám, a szörnyű helyeket járt meg az öreggel. Nekünk egy kakukus óránk ugyanezen a helyen tárolták. Nem. Szóval ez a örökség, ezt úgy mondtad körülbelül, mintha... Igen, ezt nem túl rég kaptam, és a hűtőben állt, most fölbontottam. Egy pici kis cukor azért volt benne, rendkívül finom volt, de nyers narancsot is fogyasztottam hozzá. Nyers narancsot. Narancsot, hát azért egy narancsot egyszer. Előtte jól megmostam, megtisztítottam. Meg se sütötted, meg se főzted. Hát meg se pirítottad. A nyugat ópiumát, a narancsot. Jó kis narancs. Jól van. Káborunk, akkor jövő héten. Jó, táplálék kiegészítők, ezzel folytatjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. 8:30 múlt pontosan 5 perccel. Jönnek a hírek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. 3:49 múlt 3 perccel. Túl vagyunk ezen is. Aha. Egyszerű, tudod, azért, hogy könnyebben beívódjon. Hogy merik ezután felvenni a pénzt? De tényleg. Halibali. Böhönyire beérve, Marcali irányából elbújva trafipaxoznak a 40-es táblánál a rendőrök. Joe küldte nekünk, bokorban bujkáló sűnik a 44-esen, Csaba csűdnél, drága fényképeket készítenek a szarvas felé közlekedőkről, ezt Big Finch üzente nekünk, csak hogy őt is tudjuk. Aztán, hogy őt is ismerjük, M3-ason mérnek az 50-es kilométernél Budapest felé a benzinkútnál, ezt Arabora üzente nekünk, és a 21-esen a 37-es kilométertől tejköd van, maximum 50-100 méterre látni egészen Salgó Tarjánig. Kedves egészségére, vezetőigazgató úr, a süteményt. A Jani is ott van. Uh-huh. Mondta már, hogy ezt fogja mondani, de hidd el, én hoztam. Rohadékok, ne higgy neki, Kárti. Ezt én hoztam, és még mindig van 4 szelet. Vágjam le a bal kezemet, ha hozok nektek bármit. Én ettem meg azt a felet. Nem á.
levágom mind a két kezemet, ha bármit hozok egy meg. Egy szelet maradt, csak ebben négybe vágtam, hogy ha ilyet hozol, akkor én is levágom a tiéd. Mennyire tudom én, hogy az álszent reggelinél jobb az őszintén semmit, hogy miért? Mert mindig... Szakítok a hagyományokkal, és próbálok nektek örömet okozni. Én barom, hát nem figyelted még meg, amikor te hozol, akkor mindenki hoz aznap. Valamiért úgy jön össze, hogy mindenki. Tehát, hogy annyi kajánk van, mint még soha egyébként hétfőtől csütörtökig semmi, többet. De aztán hirtelen az egyik nap bedurral, és mindenki kaját hoz. Soha nem tudom, többet. Az utolsó nem volt minden. Szemetek. A blézeredet viszont megfordítottam, úgyhogy meg fog száradni. Száradok blézert, igen. Hármas ugrás, játsszunk már is valakiben. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Tamás, jó reggelt kívánunk, hello! Szép jó reggelt, uraim! Tamás, jó reggelt! Tudod ugye, hogy az első kérdésünk BL-hez kapcsolódik? Igen. És hogy egyébként most fut a rádión egy olyan játék, amin nagyon-nagyon komoly nyereményt lehet nyerni. Gyakorlatilag élőben lehet látni egy akkora csapatot, mint a Róma. Meg a Bayern, úgyhogy együtt. Elég nagy a tét. Érdemes rá odafigyelni. Igen, együtt ráadás. Nem egymás után közvetlenül. Tamás, honnan hívtál minket? Én Kufsteinben élek. Ó, az igen. Kufstein. A festői Ausztria. Ugye? Igen. Aznak ott? Mit csinálsz arrafelé? Vendéglátásban dolgozom. Pincérkedsz? Vagy szakács, konyhán? Vagy mit csinálsz? Hát igen, platform vagyok, felszolgálok. Figyelj! A konyhán is besegítek, ha van időm. Rettenetesen irigy vagyok rád. Ugye, ott lenne mit nézni. Hát a Kufsteini vár az egyszerűen döbbenetesen szép. Hát azt gondoltam, hogy annyira tetszeni fog a dolog. Mindjárt sírok. Elég sok magyar raboskodott itt, úgyhogy biztos lenne neked bizony. Is. Bizony, ráadásul én is vagyunk történelmére. Szépen, biztos hogy... lenne még annyi neked is, hogy ez volt a vonat második része. Ha édesítőszerrel készült süteményetek is van, akkor megy a Balázs is. Hozzátok. Gyerekek. Kufsteini kirándulásra. Jani a vár miatt, Balázs a finom süti miatt. Hát Balázs meg tudja mutatni itt is, hogy milyen süteményeket tud készíteni. Semmi. Remekül vásárolok. Uh-huh. Viszont nagyon jól tudom, hogy hol vannak a városban jó sütemények. Jól van, álmos vagy? Hát tegnap én pont egy BL selejtezőn voltam, úgyhogy kicsit fáradt vagyok, hogy későn értem haza. Aha. Melyiken? Segítesz? Hát Bayern igazándiból nincsen 80 km innen, úgyhogy ez nincs olyan messze. Hmm. Egy-null, vártatok a 90. percig. Az utolsó percben, hihetetlen volt. A Manchester City-t nyomta le egyetlen góla az utolsó percben. Oké, na jól van, mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés dedikált nyakbakasztóért. Hogy nevezték a Bajnokok Ligája elődjének számító labdarúgó kupa sorozatot? Ez a Beck. Így van. A Bajnok csapatok Európa kupája. Mehetünk tovább? Mehetünk. Dedikált egér alá tétért így szól a második kérdés. Melyik hazai énekesnő slágere az Elég volt című dal? Elég volt, Tóth Gabi? Így van. Már az otthoni pop világban nem mozgok annyira jól ott. Az osztrákban igen? Abban sem. Azért. Itt a Tiroli népzene a menő. Na, harmadik kérdés előtt vagyunk. Cipelem egy ideje ezt a harmadik kérdést, most már jó lenne előni, mert nagyon unom. Hogy mindig itt van. Nem olyan nehéz. Nem, egyébként nem annyira nehéz, csak most már a harmadik vagy negyedik játékos áll meg, és ezért átmenekítjük mindig a kérdéseket. Neki menjünk? Persze. Így szól a harmadik kérdés. Hogy nevezik azt a pánikbetegséget, amikor valaki retteg a nyílt terektől? Hát ez nem a klaustrofóbia, hanem... Nem tudom. Na, nyílt tér. Nyílt tér? Igen. Aha. Régen itt ezen a téren összegyűltek emberek, azt megvitatták a város ügyeit. De melyik városát? Városét? Nem tudom, sajnos. Ez az agórafóbia. Agórafóbia. Így van, így van. Az agórára. Az agórára, mert ugye az okai Athénnak a főterét így hívták. Bizony. Jó, bummozunk egyet, hát nem lehet tudni, nézzük meg, jó? Figyelj! Bummoljunk egyet. Indulnak az ajándékcsomagok, tiki-taki. Bum! Ajj, de! Gasztalan!
Nem. Szemét. Állítunk valamit ezen a szoftveremmel. Pedig nagyon hezkény. Nagyon szép bum is volt. Most már adhatna. Régen adott. Igen, a kutyafáját. Állítunk rajta. Köszönjük a játékot. Nincs ajándékcsomag. Jó munkát neked. Tamás. További szép napot kívánok. Köszi, hogy játszottunk. Ciao. Hello, hello. Csüss. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jól van, 6 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlt 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggel. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, várunk friss közlekedés híreket, SMS számunk 06-745-0000. M3-as újpalota bekötőnél baleset a belső sávban, Tomi küldte nekünk, aztán Bokorban bujkáló rendőrök a 44-esen Csaba Csűdnél drága fényképeket készítenek a Szarvas felé közlekedőkről, Big Finch üzeni. Valamint Böhönyére beérve Marcal irányából elbújva trafipaxoznak a 40-es táblánál, úgyhogy ott is menjen mindenki egy kicsit lassabban. Aztán kettes úton Szendehelyen rendőrök ellenőrzik a közlekedőket, Balassagyarmat felé veszteglő kamion, rendőrök irányítják a forgalmat, és helyenként nagy a köd. Hú, köszönjük szépen, ez is fontos volt. Valaki nagyon belenézett, vagy benézett valamit Ürömnél, nincs ott semmi, egy hónapja is nyírták a gazt, szóval ez még semmi, gyerek. Gyerekek, aki hallgatott bennünket 7 óra után, az tudja, hogy el van intézve. Belöktük a szekeret, a dolog el van intézve, úgyhogy zajlik az üröm építkezés. Majd a nap legjobb pillanatai között megmutatjuk újra 7 óra utáni beszélgetést, amiből kiderült, hogy gyerekek, belöktük azt a... Mit löktünk be? Az árokásógépet vagy. Az aszfaltozó munkásokat vagy. Azaz. Igen. Igen. Na, ennél még egy fontosabb kérdés is van. Ugye tegnap próbáltuk reggel elérni Bocsit, és azt mondtad, hogy sikerült kommunikálni. SMS-eztünk tegnap. Igen. Nem vesz fel, de egymással vagy egymástól függetlenül. Nem írtam neki tegnap, ugye, hogy mi keressük. Balázs alá írtam, hogy szeretlek. Aha. Ezt elküldtem neki. Igen. Mondjuk ezután én sem hívnálak vissza. Csak visszaért 4-11, hogy le volt halkítva, és még azt is, hogy mi van, valaki ellopta a telefonodat? És a nevedben írogat? Kérdezte. Aztán egész nap nem beszéltünk, és délután, illetve este újra SMS-eztünk, de... Mert mind a ketten egy picit megbántottatok? Igen, elvonultunk duzzogni. Az fájt, egymásnak háttal egymás, mert hiszen pont egy utcára lakunk egymástól. És aztán elkezdődött a cica harc. Átdobáltuk a szemetet a másik kertjébe. Igen. És aztán este SMS-eztünk, nem tudok beszélni, mindegy. Írtunk egymásnak rövid üzenetet. Telefonon. Ebben nincsenek S betűk és S betűk. És péntekig nem beszélt. Nem mondta semmit. Nem tudjuk, hogy igen jelent, nemet jelent. Bármit is jelent. Nem azt mondta, hogy nagyon szívesen, de péntekig. De akkor írjon. De akkor írja le. És te felolvasd. Vagy milyen korrekt lenne, meg bemondanám. Figyelj, Bali, neked elmondom az a helyzet, de lehetőleg azért ez péntekig legyél diszkrét. Oké. Na, azt írta Gábor. Én nem beszéltek, de bármit mondhatok rá. Azt írta a Gábor SMS-ben. És marha fontos, nyilván, hogy a van valami vissza. Közös kommunikáció, ha lesz megállapodás, aha, vagy nem, és akkor majd ez pénteken lesz, vagy az, hogy nem megy oda, vagy az, hogy oda megy, ugye, de hogy addig nem tud. Na, a végén azért visszaírta, hogy én is szeretlek? Nem tudom már, mit írt a végére. Jó étpuszit küldött, azt hiszem. Vagy feküdnék pont. Hagyjál már, nem tudsz aludni. Arra nem, azt nem írtam le, még írtam neki egy-két mondatot, Afrikáról megesemeseztünk, de tulajdonképpen ennyi volt. Ennyi volt, úgyhogy péntekig nem beszél. Csak Andi holnap... bejött a szobába, a baby dollba, most lett eszem. Mármint a... A Balázsnál. Ezt írtam én a Gábornak. Igen, hogy Andi bejött hozzám baby dollban, úgyhogy le kell tenni. Viszont holnap ugye Sárváron vagyunk, ahol elég sok mindent csinálunk, úgyhogy holnap nem tudjuk hívni, mert hogy lovagolunk, tanulunk, meg lovaskocsit hajtunk, mint apa. Aha. De miért nem jön le? Ezt én se tudom, hogy hová tűnt az alázat. Hát miért nem utazik 200-250 kilométert, és oda-vissza egy laza 400-at csak azért, hogy lejöjjön. Nem, hát szerintem majd megbeszéljük, és meg lehet, hogy jövő hét elején akkor átcsörgünk, vagy beszélünk vele. Nagyon jó. Ez a legfrissebbek, ennyi. Ez jó hír, nagyon jó. Nagyon jó. Hallottátok a legújabb pletykát, vagy olvastátok, hogy állítólag Zsuzsi a Mokkából összesöndörödött Lacival a tankcsapdából? Ezt olvastam, hát ezt azért én fenntartásokkal kezelem, ugye az egyik heti bulvárlap hozta ezt, hogy Demcsák Zsuzsi és a tankcsapda frontembere Lukács Laci egy párt alkot. A cikket magát nem olvastam, hogy ez most közeli barát, szemtanú,
álriporter, álolvasó, álfotós, tudod, amiközben igaz. Álzsuzsi. Álzsuzsi, állati. Igen, hát meglepődtem picit. Bár miért lepődtem meg? Én azért örülök a hírnek egyébként, mert hogyha történetesen nem lennék egyébként házas, csak gondoljunk csak utána. Akkor te is. A Laci vegetáriánus, rocker, és szereti az extrém sportokat. Aha. Tehát ti ketten is összejöhettetek volna a Lacival. Srácok! Igen, igen. Te mi találat? Bigó! Itt vagyok, Zsuzsi! Ha nem lennék házas. Hát ha nem lennél házas, így akkor van, tulajdonképpen. Igen. Mondjuk az még menő, hogy egy rockzenekarban kéne játszod, azt a csajok szeretik azért. Egy pali egy rockzenekarban játszik, tudod, az a tipikus. És hát ez még rossz fiú. Ez még neked egy kicsit hiányzik, de mit tudom én, te meg futod a félmaratont, azzal próbálhatnád. Igen. És a dobok mögött? Csak kitakarjattam. Igen. Nem? Vadon nagyot ütő János. Egy szóló, hogy szóval, hogyha nem lennél házas, akkor odaérhetti volna te is, azt gondolod? Figyelj, én olvasok a sorok mögött. Hogy ez neked szól. Ez valójában nekem szól ez a sztori. Még megnézném benneteket, vagy megnézném. Azért. Igen. Pont mindig jó magasságban lenne a Jani. Így van. Ugye? Azt vinne gondolom magával, mint egy kis csivabát tudom. Figyelj, titokban az első éjszaka, amíg lefeküdne, Zsuzsi, te gyorsan lefűrészelnéd az összes magas sarkujáról a sarkat. Így van. És úgyis csak két fejjel lenne. úgyis egy két és fél fejjel még mindig magasabb lenne. Nem olyan magas velem egyébként, tehát nem kell tőle megijedni. Nem ijedne meg egy percig sem. Viccelsz, értem, mindig van nálam hágóvas. De igaz lehet egyébként? De érdekes dolog. Sose lehet tudni azért, hogy a bulvár újságok írna. Két oldalt szenteltek neki, azért valami csak lehet. Melyik őjükre csörgünk rá? Hát a Lukásra hiába, mert ő nem mondott már sem. Már bulvárba? De mi van? Az a baj. A Lukács tagazott, viszont visszahívták aztán Zsuzsit, és ő közölte a Zsuzsi, hogy úgy hallotta, hogy már faggatózunk a zenésznél, írja. Hoppa. A bulvárlap. Tehát, hogy valami mégiscsak lehet, mert érted, a Laci fölhívta a Zsuzsit, hogy már engem hívtak. Zsuzsi, nem csak Zsuzsi, az utóbbi években milyen erős bulvár szereplő lett. Észrevettétek, hogy így a tök csönd volt körülötte, aztán így a válásával hát elindult. Köszönhetően a volt féljének valószínűleg. Igen, elindult egy Herceg úr, de hogy azóta is azért így folyamatosan szerepelő így a bulvárlapokban elég sokat egyébként. Igen. Na. De a hír biztos nem igaz, mert valójában Trócsányi Gergővel jött össze a Hévuduból. Igen. Gyerekek, egy online magazin egy nagyon érdekes dolgot gyűjtött össze, és mindenki elgondolkozhat azon, hogyha tart otthon bármiféle dugi pénzt, vagy olyan dolgot, amit nem szeretné, hogy megtalálják azok, akik betörnek hozzá, vagy esetleg erotikus lapokat, hogy anyu ne találja meg. Összeszedték a legjobb megoldásokat, hogy hova érdemes eldugni kisebb kézpénzösszeget, aranyat, ezüstöt, újságokat, apunak, ékszert, családi ezüstöt, bármit, ami van. Mert hogy megnézték a betöréseket, összeszedték, hogy a betörések alatt mi az, amihez nem nyúltak, mi az, amihez hozzányúltak, és így összeállítottak egy top listát, amik a legtöbbször megmenekültek egy-egy betörés alkalmával, vagyis hogy mely helyekről nem vittek el semmit. Egyébként van benne egy-két jó ötlet, amire az ember nem is gondolna. Csináljuk azt, hogy mi mondjuk, hogy mi hova tennénk. És rajta van-e a listán? Igen, a listán. Például fiók aljára felragasztani borítékban. Nagyon jó. Rohadtul nincs rajta a listán. Nincs rajta. Kérem, de nagyon jó az ötlet. Fiók aljára felrakott borítékba. Kihúzós fiók, és az aljára felragasztod, mert kihúzza a fiókot, abban kutat, de az alját nem nézi meg. Na már egyáltalán mit rak bele az ember? Tehát otthon vagy, nagyobb készpénzösszeget nem tudsz belerakni, mert azért az súly, tömeg, tehát azt nem rakod. Mit tehet el az ember? Autó nyereménybetét könyvbe. Miért nem váltottad ki? Igen, talán van egy százas Skoda. Van egy ilyen Skoda százason, még mindig megnyerve egy ilyen nyereménykönyvben. Mit tudsz eltenni? El tudsz tenni családi ékszert, nem? Egy pici kápét azért, aranyat, ezüstöt például, gyűrűket. Mit lehet még? Mi az, ami még fontos lehet az embernek? Hát gyakorlatilag ennyi. Ugye? Ez lehet még ami fontos. Mi van még? Betétkönyve. Hát értékes és ilyen apróság. Drága óra. Drága óra például, nagyapád, igen. Nagyapád órája. Igen. Nagyapám órája, igen, tudjuk, hogy sokáig nála volt. Igen, amilyen kecet beázik. Igen, az be nem ázott, nagyapám nagyon vigyázott rá, jó helyen tárolta. Na, nézzük ezeket egyeket. Ti tartotok valamit? Van valami a lakásban, amilyen kis csecsebecse, és valahova eldugva? Van. Van? Van. Nem kell a titkos helyet megnézni, csak kérdezem, hogy van-e valami eldugva a lakásban? Van, nem mondom meg, hogy hol, és nem mondom meg mi. Igen, így arra nehéz lesz, jó vagy?
vért fogok izzadni. Jó vagy. Igen. Én az új kígyósi aranypecsétgyűrű, mert gondolkoztam, hogy az, mert az nagy érték. Kinek kellene az? Nagyon sok mindenkinek, mert aranyból van a egyes. Ja, tudom, hát ezt vizsgáltattuk be. Ilyen arany, és hát maga az eszmei érték az új kígyósi pecsét van rajta. És tényleg találtál egy helyet neki? Azon gondolkoztam, hogy azt eldugjam-e. De aztán arra jöttem rá, hogy akkor van a legnagyobb. Hogy panel és nem tudsz kiemelni egy téglát a falból, hogy csinálj egy helyet. A széfet hova rakni. Az a baj, hogy egyszer eldugod, és év múlva, két év múlva a büdös életben nem találod meg. Mert azt gondolod, hogy emlékezni fogsz rá, hogy oda dugtad, elrakod, és ott állsz majd a lakásban, két év múlva, amikor kellene, és rájössz, hogy fogalmad nincs, hogy hol van. Ez a mafiózó módszer, hogy a pisztolyt nejlonzacskóban a kolotyónak a tartájába. Az jó, csak mire onnan kiveszed? Ki elől dugod el a pisztolyt, hogy ellopják el, vagy magad elől, vagy a gyerek elől, vagy miért dugod át a pisztolyt, az a lényeg, hogy kéznél legyen. Nem, csak ha nem pisztoly, akkor bármi más. Mert ott a klotyóban nem keresi senki a klotyó tartályba. Beteszed a pénzt, a 10 000-eseket bekötegeled egy ilyen nálonzacskóba, és besülyezted a tartályba. Szerinted a betörők nem keresik, nem nézik a klotyó tartályt? Azért az egy olyan, én oda benéznék, ha betörő lennék, nem? Igen. Azért nagyon evidens. Nézzük, hogy miket szedtek össze. Ők azt mondják, hogy például a virágcserépeket, vagy a virágcserepeket nincs idő átnézni. És bebizonyosodott, hogy a betöréseknél nem nyúlnak virágcserepekhez. Ha oda beleteszed ilyen kis vízhatlan műanyag táskába az ékszert, vagy némi pénzt, akkor a legtöbb esetben a virágokhoz nem nyúl senki, az senkinek nem jut eszébe, hogy azokba szépen beledug kis muskátlé, de oda kis gyűrű, nem tudom, óra, ékszer, bármi, azt el tudod rejteni a muskátliba. Oda nem nyúl senki. Virágföld. Ez hát, egy jó ötlet. Igen, csak mondjuk ügyelni kell rá, hogy vízhatlan legyen az a zacskó, vagy ez a kis csomagolás. Ha becsomagolod, akkor locsást is kibírja. Ráadásul, ha nagy a tápsókat majd okozzanak. Nagy a gyökérzet, akkor tudod már így egybe ki tudod emelni, alá teszed, visszarakod, ez tök jó. Az jó. Ez jó. Egyébként igen. Nem rossz. A második azt jelenti, hogy a fiókba tett funérlemez, az is nagyon népszerű. Mert hogy dupla feneke lesz a fióknak, amit te mondtál, dupla fenekű fiók, így kiválasztasz egy nagyobb fiókot, és a mélyén beleépíted ugye ezt a titkos kis rekeszt. Igen, beleteszel, bele egy plusz lapot, alá a pénzt. Szépen. Oda berakod a pénzt, ha van spórolt pénz. Igen. Az okos. Vannak, akik még így otthon tartják szerintem a pénzt, és nem viszik be a bankba, vagy félnek a bankoktól. Szerintem egyre nem merik, inkább. Hogy egyre inkább otthon tartott, párnacihába szépen belevarva, belerakva, tényleg? Aha. Sok a hát, ugye a kamat már az annyira nem érdekes, ha beteszed a bankba is. Az mondjuk nem túl sok. A bankok veszélyes. Igen. Állítólag ezekhez se nyúlnak nagyon hozzá. Aztán, ami még nagyon jó, az az otthonodban található szellőző lyuk. Milyen szellőző lyuk? Már melyik? Hogy a kémény, ahol kimegy? Hát nem, hát mint tudom, egy szagelszívó, vagy voltak régen ezek a szellőző lyukak, tudod, panelba is talán, nem tudom. Ja, ezek a ilyen rácsos. Ez a rácsos, kiveszed a rácsos kis valamit, berakod oda. Uh-huh. Igen. Aha. Nem igen. Rossz, nem rossz. Oda-visszateszed. Mondjad, Anna? Nálunk oda tennéd, meg is nézhetnéd magad például, olyan szívó ereje van a panelba. Igen, az aranka kinyitja 8-án a bukot, és egy másfél millió. Igen, szoba telerezni 10 000-eseket hirtelen. Hát az még jobbik, ha befele jön. Ja, de igen. Igen, de az aranka szobája lesz tele. Aranka meg nem érti, hogy mi ez a sok 10 000-esen. Hát nálunk úgy így szippantanák. Ti tartotok valamit? Van valami kis családi ékszer, gyűrű, pecsétgyűrű, kis kápé, valami? Biztos elmondom, persze. Biztos elmondom. Fogom mondani. Nálunk a faluban volt olyan, hogy hát ott nem szellőzőrendszer nem volt. Eldugtátok a csirkét? Ne. Csirkét, nem. Igen. Mert ugye nálunk a szellőzőrendszer az az ablak, hanem nyáron a háromban az arrébi szomszéd asszony valami nagyobb készpénzösszeget kapott, ez mint egy 20 000 forint, akkoriban nagy volt, szépen be papírborítékot, és betette a kémény kürtőjébe. Eljött az őszpénz, ott volt, apu begyújtott. Apus, mi ez? Mit gyújtottál? Az mennyire durva? Igen, másfél-két millió forintot hirtelen gyorsan. A fűtésszámla kicsit megmackosodott. Igen. Na, de egy szellőzőjük, ha van még ilyen, abban se nagyon néznek bele, egyébként ez kiderült. Hűtő alatti rés a következő, ezt nem pontosan értem, hogy... Hűtő alatt. Pici lábakon áll a hűtő, és akkor így alá gondolom bele. Arra gondolhatnak, igen. Az is nagyon párás. Tehát, hogy az a baj, hogy ott is, ugye van egy ilyen túlfolyó rész, ahol mi összegyűjti, ott a motor körüli meleg párologtatja el elviekben a folyadékot, ami kijön így pluszba a hűtőszekrénybe. Na most, hogyha az ott egy picit így mégse párolog el, akkor ott minden berohad, meg minden penészes lesz. Az, hogy nem annyira jó. Párkány alá. Párkány alá. Párkány alá. Nem úgy párkány, nem kint, hanem a benti.
Tehát, hogy az ablak előtti párkányrész, azt meg lehet billenteni, sok esetben nincsen ott eltömve, hanem egy ilyen, hogy hívják, van egy ilyen kis luk van, gyakorlatilag nálunk egy tároló. Nálunk rendes munkát végeztek a köművesek, hát nálunk igen. Nem lehet megbillenteni. Nálunk se, de meg ez nem rossz ötlet, hogy megcsinálod úgy, hogy billentős legyen, és oda szépen berakod. Aha. Ez jó, ez nekem nem volt. Ott például nem nézném meg, eszembe se jutna. Egyik ismerősöméknek az is jó. Fölrajszogezni. Az is igen. Vagy a kép mögé. Kép mögé. Felvágják, hogy oda benézek. Na, ha én betörő vagyok a kép mögé, az összes filmben azt látod, hogy fogja a képet, elhajtja, ott van a szép, a titkos bejáró, a titkos ajtó. Tehát én betörőként egyrészt leakasztod a képet, mert elviszed. De családi fotó, az meg kinek tehát kell? Kép mögé, hát azért megyek be, hogy elvigyem a képet. Szekrény mögött jobb. Pláne, hogyha azt látod, hogy a falon lóg egy Van Gogh reprodukció, és előtte ilyen 20 000-esek vannak, mert hogy véletlenül túlnyomtad. Kicsit képtelens, hogy el, igen. Na mindegy, és azt írják még, ami nagyon jó, hogy könyvekből kisebb széfet fabrikálni. Kivágni középen. Kivágni a lapokat, berakni a könyvespolcra, és hogy arra sincs ideje a tolvajnak, hogy viszi videó, tévé, ami mozdítható, aha, de hogy az összes könyvet egyenként fellapozza, átnézze. Hát ne olvassa senki, érted? Az igaz. Mert ugye, hogy mit kötelező olvasani, ezért egy egri csillagokat nem vágnék föl, de nekünk például van egy szigorúan bizalmasunk otthon, abban tartunk, mindent senki nem nyúl hozzá, évek oldal. Rohadjál meg. Erről itt eszembe, jövő szeptemberben jön a második rész. Köszönöm szépen. Belekezdtem az írásra, jövő szeptemberben indul a második rész. Könyv. Turnéja. De például... Na, abba belevághatod, szigorúan bizalmas, kösz. Azt nem olvasok senki már, igen. 55 000-be ment el, mindegy, ne törődj velem, nem érdekes. Szóval, de hát abban az egy kis könyv volt, abban azért olyan sok minden nem fér bele. Lexikon. Mert egy bűnés bűnhődésben, egy lexikon megtakarításunk. Jó, belerakod a Supershop kártyáidat, érted? Hát, szigorúan bizalmasban, mint a 30 darab Supershop kártya belefér. Juli, te tartasz valamit valahol? Nem kell elmondani, csak nyilván minden lakásban de van azért. Igen, el kell. Akkor nem mondom el. De igen, csak van valami? Valahol eldugva? Kislány koromban egy Lichthofra nézett a szobám ablaka. És a szerelmes leveleket, amikor a szerelmes leveleket megírtam, és persze nem küldtem el, de hát azok nekem nagy kincsek voltak, azt kiakasztottam az ablak mellé. Volt ott egy ilyen, bevertem egy ilyen kis szöget a falba, beletettem egy zacskóba, és azt így kiakasztottam oda az ablak mellé, ott senki nem nézte, senki nem látott rá, anyu, ha pucolta az ablakot, akkor nem dőlt ki így, úgyhogy ott azt senki de nem látott. Többször betörtek hozzátok, és ez soha nem vitték és el. És a leveleimet soha nem vitték el. Hát micsoda csoda, de tényleg senki. Viszont állandóan elázott. Úgyhogy igazából ez nem volt túl jó. Én, ha valamit például a gyerekek elől el akarom dugni, akkor azt a mizoknyaim közé teszem. És már mi kell? Fehér, nem jó. Hát ami mondjuk nem rájuk tartozik. Azt oda hozzá. A fehér nem is fiók, az nem jó. Még ahova én betörőként elsőként menéznék, az a fehér nem is fiók. Igen, de amit mi oda rejtünk, azt a betörő nem akarja elvinni. Aha. Aha. Ezt még kell elrejteni a gyereknél. Hát azt még kell elrejteni. Hát mert nem jó, ha játszik vele, és kivelje a fogát. Béluska, tedd le azt, mert megint kiverted két fogadat fel az iskolán. Friss benne az elem, a kutya fájál, tedd már le. Azt vettem észre, hogy azt hiszem, hogy minél feltűnőbb helyre rakod, annál kevésbé keresi. Tehát, hogy ha nem a gyerek, most nem, várj, állj. Két vonalon haladunk, igen. Most akkor térjünk vissza az eredetire. Tehát, hogyha kiteszed a vázába, beledugod. Nem tűnik fel neki. Akkor szerintem nem tűnik fel neki. Hát ráadásul egy ilyen Pershing rakéta méretűt tartasz otthon. Térjünk vissza arra, hogyha mondjuk készpénzt akarnék eldugni, akkor én szerintem a vázába tenném. Azt azonnal elvinnék. Persze. De miért? Mi fogja a vázát? És hát hogyne, hát vázát ott lát, amit lát, fogja a vázát, fogja a tévé, gyorsan DVD, lejátszok, a vázát azonnal elvinni. Nagy vázát nem fog bezsákolni, ahhoz törni kellene, és ha törik, akkor az meg zaj. Ja, hogy ez egy ilyen méretes, aha, ilyen mikorabeli. Egy ilyen jó nagy vázába beleraknám, és akkor aha, az zajjába. Nagyon sokan mondják, például a mélyhűtőt, az jó lehet? Aha. Egy kis penót, igen, egy kis mit tudom én közé berakod, és akkor akár kis államkötvény. Ezzel az elővel, tehát akkor bárhol a lábtörlő alá is beteheted. Nem, hogy mert azt meg nem gondolkozunk észre, hogy hova nem néz be. Ha nem nézi meg a mélyhűtőt, akkor miért nézi meg a lábtörlő alatt? Tehát, hogy gyerekek, most ilyen... merre betörök vagyunk, belenézel a mélyhűtőbe, más hova mész? Belenézel a, nem tudom, az oknis szekrény. Oda bele, a fiókba bele. Hát nem azért nézel bele, mert tudod, hogy az oknis szekrény, hanem az összes fiókot kihúzod, keresed, ahol elkezded kirángatni a fiókokat. Akkor nem kezdi el egyenként kiforgatni az oknikat. Ja, kihúzza izét az oknis fiókot, és kirántja az egészet, és kifordítja, és nincsen benne készpénz, akkor ő nem kezdi el kiforgatni az oknikat, hogy hát ha abban benne van. Ja, nem? Mert hogy becsomagolod egyesével az oknikba? Hát fogok egy nagy sízoknit, azt belehajtogatom. Hát akkor egy olyan. Aha. Most, míg a mélyütő is érdekes, mert ha olyan pitiáner betörő törbe hozzád, aki tényleg mindent vinni akar,
hallottam olyat, hogy pakoltak kiütőt. Bizony. Tehát, hogy ott minden érték. Minden érték. Zsákkamera, ütő, kipakolta. Akinek van annyi ideje, hogy kiforgasson egy mélyhűtőt, meg akár, az megtalálja, bárhova rejted. Tehát egy olyan betörő, akinek az kell, hogy gyorsan-gyorsan lepakoljon valamit, azelőtt, ha felteszed a szekrény tetejére, nem biztos, hogy megtalálja. Akinek viszont van arra ideje, hogy megkeresse az oknikat, meg akármiket kiforgassa, azelőtt bárhova dughatod, az megtalálja. Igen, tehát a profi kell, hogy csak... Ha van rá egy egész éjszakája, hogy kirámolja az egész pecót, akkor előbb-utóbb megtalálja. Úgyhogy igen, ezek nem rossz ötletek, majd most már, hogy beszéltünk róla, kicsit veszített az értékéből az összes, de egyébként ezek nem rosszak, amiket összeszedtek. A legtriviálisabbak egyébként szerintem a legjobbak. A faterom például elásta a krumpli alá. De most komolyan, zacskóba be, takarékbetétkönyvet, szépen elásta, és a krumpli alatt volt. Ki kereste ott? Már hol de bent a házban, a pincében a krumpli alatt? A pincében volt egy ilyen földes rész, ahol a zöldségeket tároltuk, meg a korábbi kocsi kísérőit, akiknek nem volt elégedett a munkájával, és oda ásta el. És akkor bezacskózta? Vagy igen, zacskóba volt benne. És néha lecsekolta, hogy nem ereszte a zacskó, vagy mit csinál? Nem folyik el a pénz. Igen, nem volt semmi gond, teljes zacskóba volt egyébként benne. Háztartási le volt gumizva. Az is jó. Semmi baja nem volt. Üres háztartási gépdoboz? Én arra gondolok, én ugye kertesházban lakom, hál' Isten, és én ha elrejtenék valamit, én biztos nem a házba rejteném, mert nekünk semmilyen nagyobb érték nincs otthon. Tehát ha valaki hozzánk bejön, az komolyan csalódna. Mert tényleg, tehát semmi. Olyan nagy dolog. Kint. Úgyis hol nem keresed, kint nem keresed. A kertben. A kertben nem keresed. És mikor tennél hozzá? Nappal nem mehetnél, éjjel meg. Ja, hogy mikor ásnám ki a kincset, és tennék hozzá, és mennél ki egy kis lámpással, csukjába a saját kertet. Mit csinálsz? Most, hogy valaki tart, mit tudom én, otthon 10 millió forintot. Ha van ilyen hülye, aki otthon tart ennyi pénzt, mert nem meri betenni bankba, vagy mondjuk olyan jövedelembe jött, hogy nem teheti be, és mondjuk nem bérel magának valahol egy széfet, mint a külföldön, vagy bármi. Kint a kertbe elásod. Hát ott aztán a büdös életben nem találják meg. A fűben növi az ásásnyomokat, te tudod, amikor elfelejted, az kell. A gyeptégla. Tessék? Gyeptégla. Gyeptégla. Berakod a kertedbe, jön a betörő, mit csinál, bemegy a házba, nem? Most lehet, hogy teljesen naivan gondolkodom, de hogy nem ássa föl a kertedet neked ott a nem tudom 200 négyzetmétert. Azt tudti. Tehát kint kell, bármilyen fura, de akkor is házon kívülre kell tenni, mert mindenki, aki betörőzett, az be akar jutni, nem? A panelek közötti homokozóba fogom. Ott egy picit nehezebb nyilván, ott egy kicsit ott azért nyilván, igen, vagy mit tudom én, a biciklitárolóba, vagy valahol ott azért, Feri, mit csinálsz, rohadtul kalapács, egy érc kalapács. Adja a szomszéd. Figyelj. De hogy egyébként kint kell eltenni, tehát akinek lehetősége van, nem szabad bevinni. Csak ugyanúgy kell gondozni azt a részt is, mert milyen jól néz ki a kert, full zöld minden, és középen pedig van egy ilyen négyszög alakú elsárgult gyeptégla, tudod, ahol berakosgatod. Mik én amatőrül csináltam, én elrejtettem, csak kiraktam ilyen szetliget, hogy itt ás majd magamnak, tudod. Igen. Hogy ne felejtsem el. A legdrágább gyeptégla. Gyorsan meg is találták. Műfa műodúval. Nő? Jaj, ne, ez már ilyen nagyon micimackos, persze. Műbagolja. Igen, egy ilyen kis fröccsöntött műbagoly ül a kertedbe egy műfával, egy műodúval. Igen, és néha felveszed a fát, és arrébb viszed. Lerakod, és ott gyökerek ereszt újra. Ennek azért kicsi az esélye. De maga az elképzelés az, plusz nem az. A télen lesz. A cseresznyeért. Jaj, tényleg. Igen. A télen nyáron virágzó cseresznyefa. Van egy hallgatónk, aki azt hitt, hogy betörtek hozzá. És na, legalább el tudja nekünk mondani, hogy nála mit néztek meg, jó-e az a hely, amiről beszéltünk. Évi, hello, jó reggelt! Szia! Hello, Évi! Ahogy látom, hozzád betörtek, vagy hozzád... Igen. Na, mire mentek rá, vagy ezek közül mi lehet, ami jó hely szerinted, vagy mi az, ami biztos, hogy nem jó? Hát figyelj, én is azt mondom, hogy, mint a Júli, hogy ami feltűnő, talán az annyira nem. Aha, az de biztos, hogy viszik. Tehát mondtam az Annának, hogy mi nem voltunk itthon. Mi nyaraltunk, tehát a szüleim szembesültek ezzel, mikor jöttek hozzánk, mert minden nap kijött apukám a kutyához. Aha, tehát akkor arra gondolsz, hogy volt kutya. Idő, tehát volt idejük körbenézni. Volt hajnali fél kettő körül lehetett, mert a kutya nagyon ugatott a szomszéd bácsi szerint, de most ki mert kinézni éjjel. Én sem biztos, hogy meg nem is látnak át hozzánk igazán, tehát hátulról jöttek be, de mindent, tehát mindent kiszórtak. Mi nem, tehát ezzel mi már nem szembesültünk, mert a szüleim anyósomék rendet raktak, tehát hogy a gyerekek, mert van két gyerek, hogy ők ezt ne lássák. Igen, de tehát mi volt az extrém hely, ahova nem is gondoltatok, és benéztek, vagy úgy mentetek, az, hogy Jézusom még ezt is kipakolták? A cserépkályhába, a cserépkályha kémény elvezetőjébe. A kémény, aha, na az például már egyben nem jó.
a fagyasztót is megnézték. Ki nem, tehát a, érdekes, mert nálunk szerintem talán arra már nem volt idő, a konyhaszekrényből nem szóltak ki semmi, de benéztek mindenhova. Aha. A fagyasztót megnézték, az biztos, mert nem csukták vissza rendesen az ajtót, és tiszta jég volt az egész. Az összes szekrényből kiszórtak mindent, tehát hogy úgy konkrétan a benyúlt és minden burult. Tehát az egész lakásban a hanyat, minden. Tehát mindent átnézte. Aha. Igen. Akkor a fagyasztó se jó, gyerekek, ha van idő, nem, akkor belenéznek. Nyilván attól függ, hogy van tápfelügyelet, nincs, megszólal a riasztó, nem szólal, meg hogy mennyi idejük van, persze. Tehát, meg tudod, hogyha a legtöbb már fémdetektorral megy, tehát azt is megtalálja, amit ami nem rossz ötlet különben a szekrénybe olyan helyre csináltatni, amit nem talál meg, tehát szabad szemmel nem találja. Ha keresi, sem biztos, hogy megtalálja. Lehet úgy csináltatni szekrény mögé, szekrénybe, hogy nem veszik észre. És lehet, hogy a fémdetektorral sem találja meg. És vittek el értékeset? Találtak valamit? Hát mi mindig azon mosolyogtunk a férjemmel, hogy nálunk nincs is érték. Persze, aranygyűrű. Tehát sok arany nálunk nem volt, én nem vagyok ilyen aranyos. Gyűrűk, nyaklánc, gyerekeknek van arany nyaklánzai. Amit kaptak. Hát igen, csak mindig úgy abban az ember, hogy bármit elvisznek, az kár. Igen, csak mi felosztuk, mi családi házban lakunk, mi felosztuk a bicikliainket a lakásból, hogy itt biztonságban lesz, mellőképületben nem. Hát azokat nem vitték el, tehát többet ért. Írják, hogy milyen fura, hogy nyaraltatok, és akkor nem lehet, hogy az anyósék voltak, kicsit ott átmentek egy kis tereprendezésre? Ja. Nem. Igen, szóval a tudat nem jó, tudod? Há, a hogyne. Biztonságérzet az... Hát sokan mondják, hogy az a legszörnyűbb, hogy ott bent jártak a lakásodban, igen, a személyes dolgaithoz hozzányúlnak. Igen, a felelemes fióktól elkezdve a zoknikig mindent kiszórtak. Igen. Az ágyneműt, az ágybetétet. Hát és ki tudja, mit csináltak a fogkefékkel? Hát ez az. Igen. A fürdőben nem szórtak ki semmit. Na, hát akkor a fürdő lehet, hogy egy jó hely. Szennyes tartó például, az nem jó? Hát kiborítanám. Kiborítja. Egy mozdulat, tudod, hát megéri, ha már ott vagy. Virágokat nem piszkálták erőt eszembe. Hopp, itt is az első a virág, tehát itt is ebben a kutatásban az első volt a virágcserép. Hogy jó, oda, nem nézték meg. Azért mondom, hogy olyan jó helyen végzett a virágcserép. Hát igen. Eddig nem nézték meg. Ugye? Most már, hogy... Szépen előttük a legjobb rejtekhelyeket. Évi, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Ciao. Sziasztok. Hello. Hello. Nézzünk gyorsan egy-két SMS, mert közben írnak a hallgatóink is. Jó duma, Bali, így akarod ingyen felásatni a veteményes kertedet. Ezért szeretsz kertészkedni. Mi csak el ne felejtsd, a nagyfától hány lépésre van a pénzelása, írja Zsuzsi. Házvásárláskor kiöntögettük a befőtteket, így egy hallgató, kizacskóba begumizva 700 ezer forintot találtunk. Ne a befőttes üveg. Valószínűleg berakták és, belerakták és elfelejtették, igen. Igen. Az milyen kemény, nem? A pottyantós WC-be beakasztom. Nem rossz? Az nem rossz. Aha. Havat. Az nem rossz. Az nem most rossz. Mi baja lesz? Hát, belekenje. Befonja a pók. Kutyaólat írják nagyon sokan, hogy a kutyaólba nem nyúlsz az bele, jó. Valamiért ott félsz, nem, kutya van benne, nem nyúlnak bele. És több hallgatónk elküldte, hogy soha senki nem nyúl bele. Madáretető? Kevésbé most félnek egy kanáritól, mint egy kibultó. De nem, de hogy, abban biztos nem nézed meg. De mi, hova, ott nincs, hát nincs szabad, mi az itatójába belerakod? Teszel oda is egy plusz belógatod a nagy fém aranygyűrűjét oda. Nem veszik észre, csak a kanári játéka, igen. Lisztes doboz, cukros doboz, kávés doboz írják sokan, hogy ehhez például többszöri betörés után se nyúltak hozzá, írja nekünk Józsi. Pár éve betörtek kakaóport, ezüst fülbe valót, fél disznót vittek a fagyasztóból. Kiválogatta a perselyből a 100 forintosokat. A hifi és minden nagyobb érték az viszont ott maradt. Aztán még egy-két jó tip, redőnytok például, nagyon jó. Az jó. Redőnytok. Az jó. Redőnytok. Macerás leszerelni, visszapattintani, visszacsavarozni, de az jó lehet, az nem biztos, ott, hogy hozzányúlnak. Ott tároltam valamit gyerekkoromban. Jó helye volt. Őkám? De úgyis, hogy nem, ő korábban. Nem jutottunk ahhoz olyan könnyen akkor egyébként. Tutti frutti parti volt. Istenem, de jó kis újságok voltak azok. Én Horvátországban a szekrény alá dugtam a valutát, aztán hazafelé a vonaton jutott eszembe, hogy ott is hagytam. Egy év múlva visszamentünk, de sajnos újra festették. Mondjuk az már kicsit paranoiára val, hogy már a nyaralásnál is elrejted a valutát. Nem, hát ott azért a legtöbb. De miből fizettetek akkor egy hétig? Igen. Jók lehetnek még írják ezeket a szobai széfeket, hogy azt nincs idő föltörni. Hogy van egy falba beépített széfed,
elektromos, vagy nem tudom, van rajta, vagy megszakító, vagy nem tudom, hogy azt kevesen tudják föltörni. Csak az a sok idő megy el. Csak nagyon fontos, hogy ne olyan helyre telepítsd, ahol egyébként így rend van, meg ahol lehet rá számítani. Hogyha például valami lomtárba dugod el, tehát hogy gyakorlatilag egy olyan szekrénybe rakod, ami tisztítószereket tartasz, stb., és ott van bent a szép, ott szinte biztos, hogy nem fogja keresni. Kinyitja az ajtót, és látja, hogy partisok vannak benne, felmosó vödrök, ott nem keresi a széfet. Fürdőkád szervízajtó. Az ugye, igen. Ez szervízajtó leszerelhető, ugye, az okos, így előről, az okos. Hívott az asszony, hogy honnan van ennyi pénzem? Basszus, kiborította a virágot. Ricsi, küldte nekünk fehér borítékban a fehér plafonra felragasztani. Jaj, a fehér szikszalaggal. Igen. Nekem nagyon tetszik, amit ír az egyik hallgató, a hangfal. A hangfalnak a hátoldala, négy csavar. Na de ne viccelj, a hangfalat azért elviszik. Hát azért az értékre mennek, tehát azért az a videó, a tévé, a hangfal azért az esetek 98%-ában eltűnik. Hát azért ott az az elsődleges érték, bemész, azt látod meg először, arra mész, aztán még ugye van időt, borogatsz fiókokat. Tehát akkor hagyd ki az asztalon. Akkor rárakod egy centlét, hogy rossz. Hagyd ki a pénzt az asztalon, hogy egészségetekre, srácok, hát hangfalban, hát azért azt elég hamar, hát azt elég music center, hangfal, házi mozi, azért igen, szerintem ezeket elviszik. Ezeket elviszik, hát az érték. De valami jó régi lerohadt unitra. Hangfal. Az picit meleg. Lóvi a piton alá, oda nyúljon be, az ha jó, szeretne, ha valakinek jó. Van. Igen. Ahol nem találja meg a betörő saját tapasztalat, az ékszert, a pénzt nálam a szekrény mögött egy Damilon lógott. Az szekrény jó. Mögött. A szekrény mögött, hogy ugye belevert egy szöget, vagy egy rajszöget, arra rárakott egy damilt, és akkor a damilnak a végére volt rárakva egy kis szütyőbe, aha, vagy zacskóba, vagy akármibe. Ezt szokták csinálni, ez okos. Lehessen húzni, igen, a damillat? Igen. Ez nem rossz. Igen. Valaki még azt írja, hogy szintén ő eldugta, a tusfürdős flakont használta kis tárolóként. Csak asszonyka nem tudja, kinyom egy kicsit, hogy fürödjön, és az aranygyűrűt így látod elmenni a lefolyóba. Azért igen. Az... Vagy érzi. Nem jön belőle és kidobja. Hogy mi nem jön belőle a tusfürdő és kidobja. Igen. És bent van egy ilyen 1,5 millió forintos kis aranygyűrű. Na jól van, érdekes dolgok ezek, igen, hogy az ember ezt hova próbálja dugni. Jó ez a kutatás, tényleg a virágcserép az. Hát mindez idáig jó volt nyilván. Akinek eddig ott volt, az ne nagyon haragudjon ránk. 3-10 lesz pontosan 4 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show. Klassz 3:10 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Tőlünk a kádat lopták el. Nem már. De igen, arra nem ötlet, hogy hova dugjuk, írja valaki. Srácok, még jobb ötleteket a hétvégén kipróbálom. Hát gyerekek, egyébként higgyétek el, szóval aki betörni megy, az most nem azért megy betörni, mert hallottam a Morning Show-t, menjünk betörni. Viszont egy-két tipp az még jó lehet. Ezek után talán nem is minden betörő hallgat minket. Tessék? A műfán, a műudóval és a műbagolya gondolkodjatok el. Léci. Azt nagyon szeretem. Léci. A műbagoly. Ezt forgalmazol, vagy mi? Műodú. Műodú. Műbagoly. Igen, az egyébként jó. Laci még mutatja az álmennyezetet, az se rossz egyébként. Elsőnek nézném meg egy szobába, ha álmennyezet lenne, hogy fölütném egy partvissal, de nem 10 rossz. 10 méter, 9, 8, már benn kéne lenniük. Igen, és ott vannak a fejed felett, igen. Na jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Reggel megint újra folytattuk az ürömi körforgalom ügyét, és egészen jó híreket tudtunk mondani, hát ha most vannak olyanok, akik reggel nem hallottak bennünket, viszont most jönnek egy kicsit később munkába, és még ott állnak valahol a dugóban, hogy jó híreink vannak már, ami az ürömi körforgalmat illeti. Ne legyél már ilyen! Hát most tudod. Hát mi az, hogy jó hírek? Ezt az aktát lezártuk. Megoldás van. Gyerekek, belöktük a szekeret tegnap, és ez mára úgy néz ki, hogy meg is érkezett, belendült, mert hogy beszéltünk Loper Dániellel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő kommunikációs vezetőjével, és ő elmondta, hogy mi a helyzet az ürömi körforgalommal, valamint vendégünk volt Tóth Gábor, aki elmondta, hogy növelik a térfogatot, vagy pontosabban csökkentik, és ez hogy megy a minőség rovására. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 4 perc múlva pontosan 10 óra, hívjuk már is a nap hallgatóját, és ha mondja, hogy morning show, akkor övé az ajándékcsomag. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Jó idő van kint? Annyira jó idő van, hogy most ez visszatért meg, hát amit már nagyon vártunk, ez az indián nyár, vagy milyen a szünet nyara? Az megjött. Mind a kettő jó. Itt van, megjött, megérkezett. Bumerang. De! Hello, jó reggelt, Balázs, csáó. Nem írtad alá? Máté. Hello, Máté, jó reggelt.
Na? Látod? Milyen rendesek vagyunk? Na, ki az igazi span? Nagyon szépen köszönöm. Ne? Aranyosak vagytok. Azt írta nekünk, nem szoktunk ilyet válaszolni, mert mint aki úgy kezdő, hogy lehetek a naphallgatója, teljesen egyértelműen erre utazik, de ez most jó volt. Lehetek a naphallgatója? Ha visszajön a bocsi, akkor sajna már őt fogom a továbbiakban hallgatni. Ajándékvadász, nyereményvadász, de... Kaptak plusz egy napot. Na látod, látod? Mi még na. Így is, érted? Köszönjük. Hát, abszolút, köszönjük, hogy eddig minket hallgattál. Igen. És te vagy a nap hallgatója. Ez nagyon sokat jelent Gábornak, Gábornak is, hogy hallgat minket, hiszen lesznek legalább öten. Viszont nincs ajándékcsomag, azt kell mondjam. Ott na, pont a Ferinél. Bumerang, azt mondta, nem, azt mondta, hogy morning figyelj, show. De hát ott tudta, a, hogy mi a Ferinél. Oké, okay, hogy tudta, hogy mi vagyunk, csak minden eddigi esetben bármit mondott a hallgató, ami nem morning show volt, nem adtunk ajándékot. Figyelzetek, van valahol egy bumerángos bögrénk, én láttam mindent a szerkesztőségben, elküldjük. Mit szólsz hozzá, Máté? Nekem mindegy. Akkor... Reggeli műsor, reggeli műsor. Ja. Akkor elküldjük, elküldjük neked. Tied. Hallgasd a fialát. Jaj, és reggeli műsor, igen. Mátékám, te vagy a naphallgatója ezzel az SMS-sel, jó? És köszönöm. Igaza van a Ferinek tulajdonképpen, ugye tudtad, hogy mi vagyunk, mert jelezted, hogy tudtad, de mégsem azt mondtad, hogy morning show, akkor mi követjük a saját szabályainkat, viszont van egy kosza bumerángos bögre, senki nem akarta hazavinni, úgyhogy ezt akkor elküldjük neked. Vadonat, hogy semmi baja nincs semmi baja. Az égvilágon. Vadi úgy gyönyörű állapotban van. Célpont volt meg, köpködés meg. Semmi, meg, abszolút nem. Nem sem hogy került hozzánk, abszolút szép, aláírjuk, dedikáljuk neked kivételesen és elküldjük. Jó? Remek, jó, köszönöm. Máté, hol hallgatsz minket helyileg? Sopron. Sopron. A hűség városa, mi? Aha. Ha bocsi, tényleg visszatér, akkor ott hogy akarod hallgatni? Interneten? Vagy hogy? Hát, egyértelmű. Egyértelmű interneten. Na, jól jó van. Mátékám, küldjük neked. Majd várunk vissza aztán. Persze. Vigyázz magadra, köszi. Szép napot. Köszi, ciao. Hello, hello. Vigyázz magadra, hello, hello. Csavikám, remek zenei lesznek? Hozok nektek olyanokat, amiket biztosan nagyon fogtok szeretni. Van itt ez a Script nevű zenekar, akiknek pont a napokban tegnap előtt jelent meg a legújabb lemezük. És egyébként az egész lemez fenn van a Klassz honlapon, meg lehet hallgatni. Ennek kapcsán a Klassz 40-ben Kovács Áron műsorában a Script lesz a vendég. Ott is bele lehet hallgatni a lemezbe. És hát erről a lemezről hozok nektek egy klassz leget, a Superheroes. Egyre jobb ez a Script, ezt ajánlom nektek, ezt szeressétek, vagy legalábbis figyeljétek, és meg fogjátok szeretni. Mindenképp. Jó kis csapat. Hát mi leérünk Sárvárig tényleg hallgatunk. Holnap, indulunk Sárvára. És közben így játék is lesz, csak mondom, na. Fesztivál belépőket lehet nyerni a kívánság műsorban, úgyhogy tessék figyelni, fülelni nagyon. Jó van, tényleg, holnap Vadkert Major, gyerekek. De jó lesz. Zseniális lesz. A Janinak, Istenem, főzök nektek. Üld meg a kecskét, üld meg a disznót. Így van. Maradj talpon. Szép lesz. A bajgasd, a gazdaszlagy. Igen. Jó idő lesz, gyerekek, szép idő lesz, úgyhogy holnap ott vagyunk. Kiváló. Kiváló lesz. Hát valószínűleg igen, járóképes leszek olyan 8:30 magasságai kb. Én igen. Már nagyon várom. Te hajtod majd a kocsit? Igen. Csinál, hajt, amit, kocsit figyelj, hajt. Amit adnak nekem, fölülök hajtom. Amit akarnak, nem tudom. Ha kell, elhúzom szájjal. Én Fekete Laci, bármi gyerekek. Holnap jól fogjuk magunkat érezni. Vadkert Major, ott teszünk, ha valakinek van kedve, jöhet egyébként nyugodtan meglátogatni bennünket. Jó, 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok Csabitól dalt kérni, holnap reggel 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Csau, csau.